állítom. Hidvédi György a zene. És a videót pedig Gödény Jonatán készítette, aki a Már csak két hét című nagy sikerű filmet is készítette, úgyhogy neki is. Hidvégi Györgyről még annyit, hogy a Skita TV-nek a egyik főmunkatársa, rajta múlik az, hogy a adások néhány héttel a bemutatása után felkerülnek angol fordításra az oldalunkra, és így a külföldiek számára is van lehetőség, hogy csatlakozzanak a különböző információinkhoz és felhívásainkhoz. Hát nagy öröm számunkra, hogy megtelt ez a terem. Azt gondolom, hogy ez egy jó létszám. 400 fő, nem feltétlenül akarunk még nagyobb rendezvényeket, meg sportcsarnokot, de az jó, hogy ennyien össze tudunk jönni ez ügyben, ilyen hasznos ügyben, amikor a gyerekeinkről van szó. Nem tudom, hogy mennyire bíznak a mai egészségükben. Kezed fel, akik nagyon bíznak. Jó. Hát nem csinálok ellen próbát. Szóval azt gondolom, hogy mindaz, ami az elmúlt 3,5 évben történt, az sajnos nagyon lejáratta az egészségügyet, az orvosokat. Rengeteg mindenben megingott a bizalmunk. És most tulajdonképpen nincsen más dolgunk, mint hogy sorra szedjük, hogy miben nem bízunk már. Bízunk-e a gyógyszerekben, bízunk-e más oltásokban, bízunk-e a bent lévő orvosokban, azokban a módszertani anyagokban, amelyet a senki által meg nem választott egészségügyi világszervezet ad az orvosok számára, mint instrukció vagy irányelv. Mondják, hogy csak javaslat egyelőre, de valójában rendkívüli szolgalelkűséggel próbálják magukat tartani ezekhez az irányelvekhez. Szóval eltelt több mint két év, amióta ezek az oltások mennek, akkor kérem, hogy közben induljon az én anyagom. Melyik kell felhívás? Jó, maradhat egy pillanatra még. Szóval két és fél év eltelt, és azt látjuk, hogy nem hogy csökken a mellékhatásoknak a száma, hanem inkább növekszik. De nagyon rafináltan vannak ezek a injekciók egészítve, mert ugye már az egyhetes haláleseteket sem tartották számon, tehát aki egy héten belül meghalt, vagy két nap múlva meghalt, arról se jelentette ki senki, hogy hát oltást kapott és azért halt meg. Sőt, elszámolták a Covid oldalon, tehát hogy a Covid fertőzéstől halt meg, ami nyilvánvalóan egy hazugság. Egyébként a videó, ami az én számonkérésemről, büntető tárgyalásról készült, az ott van már az interneten, hogyha valaki szeretné meghallgatni, vagy megnézni. Azért mondom ezt most, mert erős szó van a hivatkozásaimban, amikor beszélek. Tehát egyáltalán nem tartották számon a sérültek, a betegek számát. És a hosszabb idő, tehát az úgynevezett, ahogy ők nevezik, post-covid betegek, ami valójában nem post-covid, hanem post-vac, vagyis post-vakcina betegek,
azokról pedig végképp nagyon nehéz ugye bizonyítani, hogy a vakcinától lett ez a károsodás, pedig attól, hiszen életerős fiatal emberek, életerős középkorúak halnak meg. Azt tudjuk, hogy az első áldozat az az idős ember volt, tehát azért oltották az időseket, hogy azok minél hamarabb elmenjenek, és ez sajnos ezt nem lehet tagadni, mert semmi más oka vagy értelme nincsen. Hiszen védeni nem véd, az átadás nem védi. Maga a Pfizer vallotta meg ugye az Európai Parlamentben, hogy semmiféle vizsgálatot nem végeztek arra, hogy valójában az átadás csökkenti-e vagy sem. Úgyhogy egy picit beszélni kell erről a post-covidról. Hajtsd vissza! Egyet. Beszélni kell erről a post-vacról, és az a baj, hogy nagyon kevés a tudományos értékű adatunk. Ugye ők a saját oldalukon áltudomány révén mindenféle hamis információkat terjesztettek propagandájukban, de valós publikált adatok nagyon kevés van, mert minden sarkon, minden ponton ott voltak, hogy ellenőrizzék, nehogy bekerüljön már valami valós információ. Úgyhogy, de azért az idő az nekünk dolgozik, egyre több adat kerül nyilvánosságra, egyre nagyobb sebességgel haladnak a bukás felé, meg kell mondani, mert egyszerűen ennek nem lehet más vége. Ahogy Frédi barátunk mondta mindig, ha elkezdenek hazudni, akkor egyre nagyobbakat kell hazudni ahhoz, hogy fenntartsák a látszatát annak, hogy valami igazat mondanak. Tehát tudományosan publikált adatokra van szükség, és ezt elindítjuk. Keressük azokat a forrásokat, akik segítenek nekünk ebben bármi módon, akár úgy, hogy egy szakember, egy tudós, akár úgy, hogy szorgalmasan, hangyaszorgalommal böngészi az irodalmat és összeszedi a témánként a legfontosabb dolgokat. Egyáltalán tisztázni kellene, hogy mik a témakörök, ugye? Tehát például én ott abban a videóban, hogyha valaki már megnézi, akkor láthatják, hogy szóltam az oltásokról, szóltam a maszkokról, szóltam a járványról, meg a vírusról. Ezekben minden fals propagandát terjesztettek. Tehát ezeket a témakörüket össze kell szedni. Saját élmények megfigyelésekre is szükség van, bár az nem direktve tudomány, de mégiscsak nagyon sok adat egyfelé mutat, akkor annak is van értéke. Gondoljunk csak a 2000 sportolóra, akinek az adatai fönn vannak már az interneten, hogy 2000 sportoló is hirtelen meghallja magát a sportesemény közepette. Hát ez nem normális dolog, ilyen nem volt a világban soha. Saját magyar vizsgálatokra is szükség van, gyűjtésekre. A tudománytalanságokat is gyűjtenünk kell, mert nagyon sok mindenben csalnak. Szélhámoskodások, csúsztatások, mindenféle hamis adatok azok, amivel visszaélnek. Hajtsunk? De nincs ott senki. Hát egyetlen. Igen, köszönöm. Na tehát ugye csak ilyen áttételes és általuk mindig megkérdőjelezett információk vannak, például ez a Waters nevű amerikai adatbázis, ahol azok viszonylag tömegesen jelentik le a mellékhatásokat. Tehát ez az utolsó időpont október 27-ig, amikor én kigyűjtöttem, ugye nagy latenciával frissítik, tehát itt 36.500 halálos eset volt, amit bejelentettek az emberek. Természetesen ők azt mondják, hogy ez nem bizonyíték, mert nincs direkt összefüggés a oltás és e között. Hát erre játszanak. Tehát ez a trükk, ez a kiskapu, hogy hát ez nem közvetlenül bizonyítja, de hát mégiscsak, hát azért 36.000 ember meghal egy ilyen oltási kampány után, és mindegyik azt mondja, hogy ennek közel volt az oltáshoz, akkor az valószínűleg nem véletlen. És ugye 211.000 kórházi kezelés, meg 152.000 súlyos mellékhatás, hagyjuk tovább. És nagyon fontos tudni, hogy van ez az URF, ez az Under Reporting Factor, ez azt jelenti, hogy ami bekerül,
az csak egy töredéke a valós számnak. És erre tudományos vizsgálatokat végeztek, és pontosan kiderítették, hogy ez 1 és 10% között van, vagyis legalább 10-zel, inkább 100-zal kell megszorozni ezt a számot. Tehát ha 36 ezer halott van, az legalább 360 ezer csak az Egyesült Államokban, és ugyanilyen számok vannak az Európai Unióban, meg sokfelé másfelé is. Tehát ezek az adatok is fontosak számunkra, ezeket is gyűjteni kell, de kell, hogy valami módon hozzáférjünk, hogy elkezdjük a hazai adatokat. Erre szolgál ugye a Stregova Erzsének ez a videós, illetve hangfelvételes kampánya, amikor is arra biztatunk mindenkit, hogy vallja meg, hogy mi történt ő vele, a családjával, a nagymamával, bárkivel, mert ha nem állunk fel, akkor ugyanezt el fogják velünk körbejátszani. Menjünk tovább. És ugye mindenféle adatok vannak, ugye ez például azt mutatja, hogy több halálesetet okozott a Nagy-Britanniában a Covid-oltás, mint az összes többi együttvére. Haladjunk tovább. Még? Igen, és akkor itt van egy ilyen időtábla. Ugye 2019-ben megtervezték, eljátszották New Yorkban az évek 200-ben. 2020-ban csináltak egy nagy hype-ot, hogy itt a világ vége, hogy megjött a nagy vírus, és mindenki meg fog halni, aminek töredékese volt igaz, és járványt játszottak, közben nem volt valós járvány. 2021-ben ugye elkezdték az oltásokat, és itt már lehetett látni a rövid távú mellékhatásokat. 22-ben megjelenik ez az úgynevezett hosszú távú post-vac szindróma, ami azt jelenti, hogy utólag beoltották tavaly, és az idén elkezd valami megjelenni. És most 23-ban még sokkal több van. Sokkal több mellékhatás jelentkezik. Sajnos sokan nem is tudják, hogy ők azért betegek, mert beoltatták magukat. Hogy és a 24-ben ez biztos, hogy folytatódni fog, ahogy a szakemberek előre megmondták. Ezek az én saját praxisomnak néhány adata. Láthatjuk, hogy a legtöbb mellékhatás az az idegrendszeri, aztán a fájdalmak, daganatok, a krónikus fáradtság, bőrbetegségek és így tovább rengetegféle, mert mindig azt rontja, ami már eleve megvolt. És az a saját praxisomnak szintén az adata, 2021-ben 146 oltott betegen volt, aki oltás után jelentkezett, 2022-ben már 319, az idén eddig 396. És ez úgy tűnik, hogy folyamatosan halad előre. Mi mindent tapasztalok, életerős, több munkahelyen, bőrgő ember, aztán egyszer csak most hirtelen nem tud járni. Hirtelen roblás, néhány hónap alatt teljesen leesik a lábáról. Izületei, izmai, szalagai, csonthártyája fáj, nem tud járni. Pedig egyébként úgy egészséges lenne. Vérnyomása beállított volt, most beállíthatatlan. Hallása, látása az utóbbi fél egyében 10-30%-ot romlott. A tumormarkerei, tehát a daganatokat jelző és az autoimmun betegséget jelző laborparaméterek, azok hirtelen pozitívvá válnak és tartósan megmaradnak. Felborul a bélflórája, hasi panaszai, puffadása, nyálkás szétlete jelenik meg, soha nem volt ilyen neki. A D-dimer, ez egy ilyen speciális vérrögösödést jelző paraméter, laborparaméter, a troponin T és az IL, az interleukin 6, ezek pozitívvá válnak és esetleg hosszabb távon megmaradnak. Pajzsmirigy gyulladás okozódik. Menjünk tovább. Rákényszerítették az oltást 2021. októberben, fel akarta venni a sugárkezelést, mert már daganatos volt. Nem engedték a sugárkezeléshez, amíg be nem oltja magát. Beoltatta magát, jöttek a láttétek. Csak 10%-a a megjelentek közül az, akinek nem látható összefüggés az oltás és a panasz között. Mindent elkövetnek a konzervatív kollégák, hogy valamelyest eltüntessék a oltásnak a hatását. Mindent felsorolnak, hogy mi minden lehet a betegség betegnek,
Csak azt nem írják oda, hogy hát a szerencsétlen beoltották háromszor. És úgy kell kisilabizálni. Magasak a gyulladásfaktorok, volt olyan, akinek a lábszára ödémás. Kórházi dolgozóként kötelezték a harmadik oltásra, ilyen orpánc alakult ki a lábán. Vörös volt mindenütt, egy csomó antibiotikumot adtak neki. Na és ez is egy fontos dolog, hogy egyre több gyógyszert adnak nekik. Attól egyre betegebbek lesznek, mert egyre több mellékhatása van, és egyre védtelenebb ugye az oltások révén ezekkel a gyógyszerekkel szemben. Nyilok szakrendel, és azt mondták neki, hogy limfödémás lett a lába. Aztán cukorbeteg. Metformin szedetnek vele, tudjuk, hogy rosszabb a bélflórára, mint az antibiotikum. Menjünk tovább. Első oltás után felmegy a vérnyomás, a második után minden izilete begyullad, közvén kialakul, kiúlik a haja. Vastag példaganat, a turbórák alakul ki. A turbórák az, hogy hirtelen megjelenik a daganat, és már nem is csak a daganat van, hanem már az összes áttétot van egyszerre. És nagyon gyorsan halad, ilyen nem volt soha. Trombózisa, 80%-os elzárodás. Tüdő embólia alakul ki belőle, leszakad egy darab, aztán vérhigítót adnak neki, és attól pedig súlyos hasonlászai lesznek. Oltás után, 2021. szeptember, feldagadnak a lábai, 4 hónapig ez nem ment le, utána prostatarákot kap, csontáttétek lesznek, májáttétek, prostatából oltás előtt vett biopszia negatív volt, oltás után viszont pozitív, tehát daganatos már. Nyirokelváltozások is vannak, tüdőembólia is lesz neki, fáradékony, súlyos fájdalomcsillapítókat kell már kapjon, és egészen magasan vannak ezek a rossz labor értékei. Hasmenés, láz, fáradékonyság, és így tovább. Jó, rövidítjük. Ja, még ezt pillanat, itt. Ez nagyon érdekes jelenség, picit menj vissza, kérdekes. Nagyon érdekes jelenség, hogy a mikroszkópban én ilyen... A mikroszkópban, és ezt utána néztem, ez már kettő, egyet menjél vissza. Előre kell. Ott igen. Szóval ilyen csöves képződmények keletkeznek. Most én itt nagy nyilvánosság előtt nem mondom meg, hogy ez micsoda, ki lehet találni, utána lehet nézni, rengeteg irodalma van most már az interneten. Ez sajnos biztos, hogy összefügg az oltás ügyel. Jó, most menjünk előre. Rengeteg esetet tudnék, ez csak körülbelül 30 hónap, amit átnéztem az utóbbi 2 hétből. Még menjünk tovább. Ja nem, bocsánat. Vissza, igen. És akkor itt elmondom ezt a fiatalembert, 14 éves, aki október 6-án kapott egy hepatitis oltást, és akkor itt átérek arra, ami a mai témánk. És megkérdeztem, hogy ki bízik az egészségükben. Sajnos én magam már egyáltalán nem bízom ezekben a gyerekkori oltásokban sem. Az a baj, hogy ugyanazok az emberek, ugyanazok a cégek csinálják ezeket az oltásokat, és ugyanannyira képesek bennünket átvágni, mint ahogy a Covid kapcsán átvágtak bennünket. Tehát elkerülhetetlen, hogy ezt az egészet beépíteni. És akkor itt elmondom ezt az esetet, hogy 2022. október 6-án kapott a fiú egy hepatitis oltást, aztán felső légúti betegsége lett, hasmenései lettek, áprilisban megkapta a második hepatitis oltást, majd júliusban súlyos lefogyás miatt kórházba került. Nagyon magas volt a CRP-je, indokolatlanul, nem lehetett tudni miért. Akkor a második hepatitis oltást kapta meg, vérszegénysége volt, Crohnnak vélték, és elkezdték immorálnak kezelni. Na és akkor itt van megint egy probléma, hogy ráállítják ilyen súlyos gyógyszerekre, aminek súlyos mellékhatásai vannak, és eltűnik a felelős, ugye? Az orvos azt mondja, hogy a protokoll ezt mondja, hogy nem lehet leállítani. A szülő nem állíthatja le, mert akkor bíróság elé állítja. Én nem állíthatom le, mert hogy jövök én ahhoz, hogy a gyereket kezelem. És a gyerek vég nélkül kapja, holott már nem lenne rá szüksége, mert látható, hogy egy csomó mindent csináltunk, ugye? Életmódváltás, nagyon sok hasznos természetes anyagot kapott, lement a CRP-je 1-re,
teljesen jól van, és csökkennek ezek a rossz autoimmun értékek is, és én magam is javulást látok, de érdekes módon őnek is volt a vérében ilyen csőszerű képződmény. Sok. Most, két nappal ezelőtt. Hogy vajon, hogy lehet ez? Ugye, hogy minden oltás után megjelenik egy ilyen csőszerű képződmény, és mindenkiben. Hát ezekről érdemes lamentálni, hogy csinálj szíves. És erről a post-vakcina szindrómáról érdemes gondolkodni, adatokat gyűjteni. Ugye főleg időseket oltottak, az idősek azok nem tudtak védekezni. Tudjuk, hogy vannak ilyen grafikonok, hogy minden országban 60-70-80%-a az úgymond Covid halottaknak mind idős ember volt, és közben ezek oltott emberek voltak. És ugye a hivatalos medicina ezt ismeri el, hogy 0,01-0,02% lehet a mellékhatása ezeknek az oltásoknak. Na, ez az, ami nem igaz. Úgyhogy valós számok kellenének, és a Csaraka Alapítvány, ez erre létesült ez az alapítvány, hogy tudományos kutatást, illetve adatgyűjtést végezzünk, konferenciákat szervezünk, az eddigi 4 Covid konferenciát ennek keretében szerveztük, ezt szeretnénk tovább folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet! És akkor fel is kérem Uri Tibor kollégámat, hogy tartsa meg az előadását a biztonság. Sok szeretettel köszöntöm megjelent szép számú hallgatóságot, nézőközösséget, és nagyon örülök annak, hogy a legutóbbi megbeszélés konferenciák után még többen jelentkeztek, és még többen érdeklődnek a probléma iránt, mert súlyos problémákkal kell szembenézni. Nagyon örülök annak, hogy, és örülök én magam is annak, hogy egyre többen kezdenek rádöbbenni arra, hogy becsaptam bennünket. Nagy átverésnek vagyunk az áldozatai. És ez nem csak lokálisan és nemzeti szinten igaz, hanem globálisan is. Egy nagy globális átverésnek vagyunk mindannyian az áldozatai, és mi tulajdonképpen ennek a nagy globális átverésnek egy nagyon kis szegmenséről, egy szeletéről fogunk most majd beszélgetni, amit úgy hívnak, hogy vakcina biztonság. Mert a vakcina biztonság... Itt van. Ez az, igen, ezt kérdezik. Tehát, hogy ennek a második előadásomnak azt a kérdést tettem, hogy vakcina biztonság kérdőjele. Ami mögötte láttok azt a kis rövid közelebb a mikrofon. Amit ti láttok itt közelebb a címnek, hogy kincs, ami nincs, ez a 1981-es Bud Spencer filmnek a mottoja, illetve magának a filmnek a címe, amivel tökéletesen én lelőlem a saját poénomat, hogy gyakorlatilag kincs, ami nincs. Nincs vakcina biztonság, ezt a végén is majd megállapítjuk. A korrajzra visszatérem még, hogy mi ez a korrajz. Hát azt kellene föltenni alapkérdésként, hogy hogyan kerültek a nemzeti hatóságok is, most a magyar nemzeti hatóságra is gondolok, a globális magán kartelleknek a markába. És ahogy például a Nobel-bizottság, a tudományos intézetek, az egyetemek, a különböző akadémiák, akkor a tudományos szaksajtó, akkor a nemzetközi szervezetek, így ilyen a WHO, vagy az ENSZ, a politikai pártok és kormányok, hogy kerültek a markukba, az Európai Unió, az EMA, az FDA, a CDC és társai. Valójában azt kellene föltenni ezt a kérdést, hogy kik is diktálnak itt nekünk ebbe a világba. Hát ők. Ezek a globális magánkartellek diktálnak nekünk, és ők mondják meg azt, hogy mit csinálják a kormányok, mit csinálnak a szakmai szervezetek, mit csinálja a WHO, mit csinálnak a nemzeti népegészségügyi hatóságok is. Nem mi döntjük el. Nem vagyunk a magunk urai. És miért van ez a kor? Hát azért van ez a kor, mert a profit mindenek fölött van. A profit mindenek fölött. Magyarul az ember
ahogy ezt itt tanultuk már a menedzsment szakirodalomban, humán erőforrás. Mi csak erőforrás vagyunk egy olyan globális profittermelő gépezetben, amelyben nem értünk van, hanem mi vagyunk egy fogaskereke ennek, egy csavarja ennek a rendszernek. És tulajdonképpen a céljuk is az, hogy mi csereszabatos csavarként, ha kell, kilökjenek a rendszerből, mert nem kellünk. Tehát a profit termelés itt a lényeg. És ez a lényeg. És akkor kérem szépen az első. Gyakorlatilag arról kellene beszélni, mert röviden átudunk ezeken, hogy mi az a biztonság. Hát van az objektív biztonság fogalma, és van a szubjektív biztonság. Az objektív biztonság ez a dolgoknak, életviszonyoknak egy rendje, egy olyan állapot, amelyben kellemetlen meglepetések, zavarnak, veszélynek nincs, vagy alig van lehetőség. Ilyenekre nem kell félni. És van a szubjektív biztonság, ami egy bizalom. Ez az, amiről beszéltem, ezt vesztettük el. Hajlandósággal együtt segítsük az élet minden területnek a fennmaradását. A biztonság az egyik legfontosabb dolog egy anya számára, ez a biztonság nem függ anyagi dolgoktól. És akkor hol van itt a probléma? Hát ott, hogy a világunkban az objektív és a szubjektív biztonság szétvált. Tehát tulajdonképpen az egyének szubjektív biztonság érzete bizalma megrendült a rendszer, a mindenkori rendszer, objektív biztonságában, biztonságosságában. Tehát ez itt van a probléma. Megrendült a bizalma. Kérem, oltások ugye, hát itt ugye itt van, a Wikipédiában vettem ki, oltások meghatározása, tudjuk már, vakcina gyengített előtt kórokozókat, fragmentumokat, vagy kész ellenőrzőt tartalmazó készítmény, és akkor a vakcináció célja, hogy mesterségesen idézzük elő immunizációt, a védőoltások beadása után szervezetben védettség alakuljon ki, hogy tettem a kérdőjét, valóban kialakul a védettség. De ami a lényeg, hogy a mesterséges immunizáció sem formájában, sem hatási mechanizmusában nem azonos a természetes immunitással. Ez a lényeg. Tehát ne higgyük azt, hogy a vakcinák kiváltják egy sima egyszerű megbetegedés során kialakuló tartós védettséget, természetes immunitást. Hát a közegészségügy. Hát tulajdonképpen hogy jutottunk ide? Mert ugye az a leglényegesebb dolog, hogy hogy lehet az, hogy ekkora nagy változás és párfordulás követően be a világ egészség, közegészségügyében. Hát vissza kell menni tulajdonképpen az USA-hoz. Az Egyesült Államokban az egészségügyet fokozatosan militarizálták. Gyakorlatilag az USA-ban kritikus hanyatlás 1983 körül, azaz 40 éve kezdődött el, amikor a 44-es közegészségügyi törvényhez hozzáadták a közegészségügyi vészhelyzet című fogalmat. És onnantól kezdve tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gyógyászat fokozatosan militarizálódott, és a legtöbb rossz egészségügyi törvényt a 2000-es évektől kezdve hozták meg az Egyesült Államokban, ami még a közvetlenül a szeptember 11-9-11 előtt, illetve a hamis zászlós, úgy is mondjam, lépteni támadással előtt. Most ebből mi a tanúság? Az a tanúság, hogy valójában, és erről az egészről nekem közel 8 oldalas kronológiai sorrendben szedett olyan törvényi sorozatunk, amit az Amerikai Egyesült Államokban hoztak meg egymás után, fokozatosan különböző, elnökök, különböző kongresszusi képviselők, különböző előterjesztések, és a lényeget, terendet kell nézni, és ez tökéletesen alátámasztja azt, hogy militarizáltak az egészségét, ezt most már a bioterror szervezetről beszéltünk, és nem egészségügyről. Menjünk tovább. Na bárkit érdekel ezt a 7-8 oldalasat, el tudom küldeni. A nagy csalás az USA. Itt a csalás, 86-os National Childhood Vaccination Injury Act. Gazdasági mentességet biztosított a gyógyszeripari vállalatoknak. Kiiktatta a gazdasági ösztönzőket, felelősséget. Innentől kezdve nincsen már vakcinabiztonság. És a 86-os törvény a teljes pénzi felelősséget átterhelte az Amerikai Egyesült Államokra, akik egyébként, bocsánat még a végén, 3,9 milliárd dollár fizettek ki eddig kártérítés gyanánt. Tehát ezek szerint valami probléma volt. És nyilván, ha valamit csináltak, azért csináltak, mert szándékosság volt benne. Nagy csalás, a vakcina problémák az Európai Unióban, ezt múltkor megmutattam, de teljesen látható, teljesen homályos a vakcinák útja, a vakcinák tisztasága, biztonsága nem ismert, nem ellenőrzött, itthon se ellenőrzött, sűrű váltogatják a gyártók a gyermekkori vakcinákat, a típusát, márka nevét, összetételét, amit az EMA azonnal jóvá hagy, mert innováció címén, vakcinagyártók semmilyen felelősséget nem vállalnak, immunitást élveznek. Menjünk tovább, gyorsítsunk. Objektív vakcina biztonság alapkövei. Kellene egy gyártás és humán alkalmazás során egy teljes biztonsági rend. A rend az tulajdonképpen arra szolgál, hogy semmilyen egészséges ártalmas anyag összetevő ne kerülhessen a gyártás során, valamint szennyezés méret. A vakcina csak monokomponensű lehessen, hogy ellenőrizhető legyen a későbbiek során.
a hatásosságát csak is a unvaxet, tehát a oltott, nem oltott placebo kontrollálásra megcsinálni, és tették úgy, hogy az előző oltóanyaggal hasonlítja össze az újat. A fenti rendet folyamatosan feedback ellenőrizni kellene, minőségügyet monitorozni kéne, a hibás eljárásokat hatástalan vagy káros hatások azonnal ki kellene ittatni, és a hibás seletes vakcin forgalását azonnal meg kellene szüntetni, meg kell semmisíteni. És aminél ott volt a lényeg, az anyag, még az végkérem egy pillanatban vissza, ez fontos. A vakcina gyártó termék felelősséget vissza kell állítani, a vakcina okozta egészségkáros esetre a gyártó kártérítési felelősséget vissza kell állítani, fennáll, és a vakcina gyártó perelhetőséget is vissza kell állítani, és akkor viszont már mindjárt a lényeg mennyi. A vakcina biztonság Magyarországon. Amikor az Európai Unió tagállamát Magyarország lemondott az önálló nemzeti vakcina biztonságáról. Jogára és az EMA javára, tehát az Európai Unió és az EMA javára. Bizonyíték az Európa kódolt hatáskörű elvonására, ez a SCOPE nevezetű OGI projekt, amiben gyakorlatilag farmakovigilenciát, együttműködés között az EU tagállamokkal, akkor kezdték elvenni az összes ilyen típusú nemzeti jogainkat tovább. Az EMA, az Európa Medicines Agency, itt a farmakovigilencia, ez tulajdonképpen ezeknek a gyógyszerekkel kapcsolatos problémák észreléséről, Európai Gyógyszerügynökség maga a koordinálja az Európai Uniót és az Unió különböző szervezeteit, és ami a lényeg, hogy a klinikai vizsgálatok eredményére korlátozódik egy engedély előtt a vizsgálatok, és utána csak kis számú kiválasztott betegek korlátozott ideig vizsgálják a különböző engedélyezendő vakcinákat, és utána az engedélyezést követően nagy számú betegnél viszont nagyon komoly mellékhatások jelentkeznek, amiről viszont már senki nem beszél, engedély is visszakapva. Menjünk tovább. Az EMA a közös ló. Ennyi, aztán szokták mondani, hogy Noel Stroman, ki a vezetője az EMA-nak? Egy NR, Koch nevezetű, 61 éves ír gyógyszer, nemzetközi gyógyszergyári lobbista, aki tulajdonképpen korábban a nemzetközi gyógyszergyártóknak volt a vezetője, és most úgy került az EMA éjjére, és ő most jelenleg az EMA-nak vezetője. Az EU teljes farmakovigilencia rendszer, ugye beszéltünk, az EU tagállamok, az EMA, az Európai Bizottság csak együttműködés, egy nagy katyfasz az egész, úgy, ahogy van. Előírásokról függetlenül teljesen mindegy, hogy melyik országban jöttünk, a készítmény mind az EMA felügyelés szervezi. A benyújtott dokumentumokat a gyógyszerhatóság csak áttekintést kiértékeli. Semmi hazai labor, semmi termékvizsgálat, fő alapbizalom. Tehát az Európai Unióban úgy jönnek el a vakcinák, hogy semmifajta magyarországi hatósági minőségellenőrzés nem történik. Kérem a következőt. Ogyei kettős játéka. Láttam egy ilyen részt, hogy az Ogyeinek a honlapján, hogy idézett, a gyógyszer biztonságot garantálja az Ogyei, hogy a kiadott engedélyt feltételezi, vakcinának át kell esni a Nemzeti Lélegzési Központ laborvizsgálatain. Hoppá! Az oltóanyag csak abban esetben használható fel hazánkban, ha a laboratóriumi vizsgálat eredmény alapján a vakcina megfelelő minőségű. Hát mondom, hurrá, megvan, hát erről van szó, pont ezt kellene. Igen, csak egy probléma, egy hibá van, ez csak a Sputnik 5-ös orosz vakcinára vonatkozott ez a dolog, semmi másra. És pont azért, mert a nemzetközi gyógyszerű lobby ki akarta szorítani a nem Pfizer és nem Moderna, tehát nem nyugati vakcinákat az európai piacról. És ez egy érdekes módon, akkor tudta az NRK, hogy neki mi a dolga, hogy, hogy laborvizsgáltak, meg kéne nézni, hogy ezt használtak. Sőt, kimentek a magyar szakemberek Oroszországban megvizsgálni, hogy mi, hogy néz ki ez a labor, hogy gyártják a vakcinát, és hát kétek voltak meg, hogy nagyon jó, és egy tökéletes modell ez egész rendben. No, tehát erről van szó. Egyébként Magyarországon, hogy tovább bonyolítsuk a helyzetet, az NRK-t és az OGI-t már össze is mondták, és most már NRK-nak hívják, magyar kecske és a káposzta citromája, egyik ellenőrzi a másikat, a másik az egyiket, semmi nem történik. Menjünk tovább gyorsan. Oké, gyorsan. Gyermekvakcinák, tehát nincs biztosítva az EU-ból érkező emelkedés vakcinák szállítmányok hazai minőség ellenőrzése. A magyar állami hatóságok arra hivatkoznak, hogy a vakcinák engedélyezését az EMA végzi. A minőség ellenőrzést az Európai Unióban, az Európai Gyógyszerminőség Igazgatóság ellenőrzi egységesen. Na, látjuk, hogy hogyan tovább. Hazugságok csoportban, itt van egy ilyen honlapszín, ezt nyugodtan nézzétek meg, ott minden szépet és jót leírnak, azon egyet biztosan ebből láthatunk, hogy a vakcinagyártók szabadon kevergethetik, amit akarnak, olyan mérget, amit akarnak, anélkül, hogy bárki ezt megakadályozhatná, mert az EMA csak az általuk benyújtott papírokat olvasgatja, és majd ezután engedélyez. Tehát semmifajta újabb ellenőrzés vagy minőség, menjünk tovább. A vakcina mellékhatások,
itt van a bejelentés, hogy kell bejelenteni, stb. És akkor ott van, hogy az ögyényi keresztényt bejelenteni, de vagy oda, vagy a maga a gyógyszergyártóhoz. És azt mondják majd ők, hogy összefésülik ezeket az intézkedéseket, és majd intézkednek. Hát, összefésülik. A magyar hatósági állítások azért olyan, hogy is hamisok, illetve mondhatnám azt, hogy megalapozatlanok, mert gyakorlatilag nincsenek valid és friss adataik. Nincsenek adataik. Tehát nincs itt összehasonlítani mivel, mert gyakorlatilag ez a rendszer is Magyarországon nem is működik, nem is követik meg, hogy van. Kérem a következőt. A REMA, mint átjáróház, mellékhatások jelentése 15 napon belül, ott vannak a különböző címek, ott van a vacsat, amelyik Európai Unió oltásbiztonság, illetve az NLK honlapja, egyébként ez is egy Európai Uniós projekt volt. És az európai, az esetek száma, és az a lényeg, napról napra, rohamosan napjában már megkaradja a 10 milliót a bejelentett mellékhatásoknak a száma. Menjünk tovább. Átjár az 2, EMA állítja magáról. Az azonosított eseteket ezt követően egyenként is elemzik. Na hát ez kívül ilyen, igen, mellékhatásokkal, viszont egyéni visszajelzést sajnos nem tudnak küldeni, mert olyan sok van, hogy ezt ők nem tudják elküldeni. Az európai ügynökség magáról állítja, egyébként kulcsfontosságú szerepet játszik a gyógyszerek biztonságosságának figyelme kísérésére. Tehát össze-vissza hazudnak, össze-vissza, és sajnos látjuk is ezt a szerepüket, menjünk tovább. Oltóanyag tisztaság. Ezeket a kérdéseket, ennek tartalmát tettem fel az EMA-nak direktbe, elküldtem ezt körülbelül 3 hete. Arról, hogy van-e nemzeti minőség először hatásköre az európai tagállamoknak, a forgalmazott oltóanyag a hullák szúrópróba szerűen az EMA labor ellenőrzi-e, monokomponensű vakcinát miért tűntek el a piacról, a gyártó vakcinák termékének van-e egyedi minőségtanúsítványa, a vakcinamárkák szállítmányák gyártó és oltóban köti útját nyomon követik-e, és ennek ellenőrzési pontjai azok hol vannak, milyen riportok, feedback, egyáltalán működik ez a rendszer, hibás szennyezett szállítmányok vészjelzési rendszere van, és szennyezett szállítmányok kiszűrik-e, megsemmisítik-e. És az EMA innováció címén miért külön gyorsan engedélyezi könnyítve a különböző újabb vakcinák mondják a márkák kiadását. A fenti kérdésére mai napig egy válaszolgat. Csak tudjatok. Ebből végső konklúziós az zárás, hogy a magyar hazai vakcinabiztonság nulla. Tehát ennek a szakmai és jogi revizióra elkerülhetetlen. És köszönöm szépen a figyelmet és elnézést. Köszönjük szépen Ulrik doktornak ezt a rengeteg fontos, hasznos, tényszerű információt. Azt gondolom, hogy ennek fényében valóban meg kell fontolni, hogy tudunk-e valamit tenni, mert ez így tarthatatlan a helyzet. Akkor most kérem Bozs doktort, hogy tartsa meg előadását azt kint az önkormányzatok lehetőségeiről, és különösen arról, hogy mit jelenthet ez a oltás esetleges megkerülésével, vagy szabadalom választhatóságával kapcsolatban. Kedves Szkita testvérek, mondhatom így a megszólítást most már, mert akik itt vannak, nagy rész tagjai a Szkita közösségnek. Egy pár gondolatot mondanék én is, hogy a gyógyszergyárak milyen tökéletesen ráruházták a politika által az államokra a felelősséget, ugyanis rá volt írva minden szerződése, most már ugye Izrael is azért robbantotta ki a háborút, mert 2 nappal azelőtt meg kellett volna a kormányfőnek mutatni az egyességet a Pfizerrel a civil lakosságnak, és erre kirobbant a háború. Tehát átjátszották teljesen, és így ugye a gyógyszergyár kiírta azt, hogy semmire nem vállal felelősséget, se a közép, se a hosszú távú hatásokra, különösen erre tekintette. Na most, ha belegondolok abba, hogy a tévében megy egy gyógyszerreklám, és egy gyógyszernél gyorsan felszorolnak legalább 15 mellékhatást. Igaz? Minden így van. Na most, ha neki a tévébe kellett volna Pfizernek reklámozni, akkor jött tőle volna, hogy trombózis, hirtelen halál, agyvérzés, stb. Kellett volna, és akkor megoldolta volna nagyon sok ember, hogy felveszi ezt a vakcinát. Tehát annyira látszik a politikai, és egyértelműen látszik, hogy nem is a Pfizer cég, nem is a Moderna, hanem azok az államok a felelősek, és ezt kell majd az embereknek elhitetni. Vagy fölébreszteni erre a saját állama, aki átvette, telefonon megrendelt 50 milliárd euróért injekciót, ugye, a stb. Tehát ez hogy létezik? Magyarországot most beperelik 60 millió euróra, mert ugye
fölvettek helyette gyógyszert, és neki át kellett volna menni, és nem vette át. Tehát nagyon-nagyon kilóg a lóláb ezekben az esetekben, és nagyon komoly felelősség terheli a kormányt. Ez a bevezető vagy a szkítasággal kapcsolatban is. Csak azért mondom, hogyha a szkítasága visszatérek, ugye van ez a kezdeményezés, hogy ismerjék el a szkítaságot nemzetiségként. Első fordulóban a választási bizottságnál 18-0-ra elfogadták, akkor örültem, és minden halad, minden jól. Második fordulóra bekerült a parlamentnek az igazságügyi bizottságához. Ötödikén. Meghívtak, mondva, hogy a beadványommal foglalkoznak, elmentem, ott ültem és hallgattam, kétszer kaptam 3 perc hozzászólást, hozzászóltam, és a végén szavazták, és 12-0, hát akkor mondom, a beadványomat elfogadták, így jöttem haza, és másnap kellett megtudnom, hogy nem fogadták el, hanem elutasították. Ugyanis az történt, hogy nem a meghívottnak, engemnek a beadványát azzal foglalkoztak, hanem, mint kiderült, az igazságügyi bizottság vezetőjének volt egy beadványa, és azt szavazták meg 12-0-ra, hogy elutasítanak engem. És ezt senki nem mondta. Másnap tartottam egy sajtótájékoztatót, mindent, elmondtam, hogy örülök, hogy elfogadták, és utána derült ki a 444 újság, az internetes újság ez jelentette meg, ott volt a képviselő, és ő jelentette meg, hogy tulajdonképpen egy borzasztó gyártás, és akkor minek hívtak meg? Hogyha nem az én beadványommal foglalkoznak a szkítasággal. Magyarul ez annyit jelent, hogy tovább megy a parlamenthez, de az igazságügyi bizottságnak a javaslata nem. Tehát gondolom, hogy a fideszesek azt majd nemmel fognak szavazni. Meglátjuk, hogy mi lesz. De ez egy nagyon nagy lehetőség. Nem kell megijedni tőle. Hiszen ott is a bizottság előtt is elmondtam, hogy ez nem Pócs Alfrédről szól, meg az én hatványomról, hanem ez a Magyar Tudományos Akadémiáról és a Magyarságkutató Intézetről. Mert a Magyar Tudományos Akadémiára hivatkozik minden újság, aki azt a mondatot tűzte ki, hogy 2000 év óta nem léteznek szkíták. Na hát ez mindenkibe gondolom itt közöttünk is. Ez bedobja a földegesít bennünket nagyon, ez biztos. És ilyen hazugságra alapozva fogadja el a parlament igazságügyi bizottsága ezt az óriási hazugságra hivatkozik. 2000 éve nincsenek szkíták. Mikor a Szemilyó vizsgálatban 2000-ben megállapították, hogy a magyar férfi lakosság 97%-a visszavezethető 4 ősapára, akik itt voltak Magyarországon és megvizsgálták őket. És ebből 73% már a kőkorszakban itt élt. Kőkorszakban itt élt, és itt élnek most is a szkíták. Mátyás király szkítának mondta magát, Bonfini, 600 oldalas könyvet ír, minden másik oldalon a magyar szkítákról ír, a szokásairól minden. De gyűjtöttem össze egy pár szerzőt is, csak hogy most felolvassak nektek. Ugye, amire legjobban szoktunk hivatkozni, Herodotosz, aki azt írja, hogy a szkíták nem a törvényekbe, a szívükbe hordják az igazságot. Ephorus például, szintén Herodotosz idejéből, a szkíták a legigazságosabb erkölcsben élnek, írja. Ezek mind görög történetírók, de a görög kultúra, az nem kultúra teremtő nép volt, a görög kultúra átvevő minden görög tanárnak, filozófusnak, bárkinek szkíta nevelője volt. Tőlük tanulták ezt, Homérosz. A szkíták a legigazságosabb emberek, ezt írja róla. Ami másik, ami fölrendített engemet is, a Visnyú Puránában több ezer évvel ezelőtt írják, a szkíták népe felébred, és viszi a tüzet más földekre is. Na, én úgy gondolom, hogy most ez az idő jött el. És még azt is odaírják, hogy ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt. Évmilliókkal ezelőtt, ezt írja a Visnyú Purána. Tehát óriási feladatunk van most, mert megteremthetjük azt, hogy visszavetjük világszinten a hatalmat. Most is a szkítából 3,5-4 milliárd ember él a Földön. Japántól, Koreáig, Skóciába, és most a legújabb skót történelemben például egyiptomi hercegnő és szkíta főnemes volt a skótok ősapja. Ezt találták meg, ez a legrégebbi. Tehát ők is rokonunk. A szkíta hadifogoly például párbajban megsebesül valaki, akkor az ellenfelet, az befejezi a párbajt, az ellenfelet viszi a tátoshoz gyógyítani.
Ez egy szkíta párbaj. Milyen párbajokat csinálnak ma? Milyen egy ukrán háború ma? Ahol gyerekeket, asszonyokat lőnek az ukránok, saját, hallottam, saját népüket ölik. Van egy gyatra, aki püspök volt Felvidéken, ő mondta el, hogy mesélték el, jöttek Ukrajnából emberek, Kijevbe bevitték a pincébe ukrán nőket, gyerekeket, férfiakat, ott tartották 3-4 napig, nem adtak el, inni már utána kitörtek, mert éjjel halnak, szomjan halnak, és utána lelőtték őket, őnek is sikerült elmenekelni a saját ukrán katonái. Na, tehát nem szkíták, ez biztos. Bonfini, ugye, ahogy mondtam, szkíták nemzete harcedzett és megfékezhetetlen. Na, ezt éreztük magunkba, és legyünk ezek. Vegyük fel a harcot, ha kell, majd most, ha a szkíta önkormányzatosságot nem engedik, a szkíta nemzetiséget nem engedik megválasztani, akkor vegyük föl, mit írné Bonfini. A szkíták nem a fösvénységet, a nagy rabágást akarták a legyőzöttektől. Semmit sem követeltek a dicsőségen kívül. Tejjel és mézzel éltek. Éljünk mi is tejjel és mézzel, azt hitták róluk, ez az egészségnek. Az igazság náluk nem törvényekkel volt elfogadva, hanem a jellemükben volt. Na, ide kell eljutni. Ez kit a közösségbe olyan embereket várunk, akik ezt tudják teljesíteni. Épp most olvastam nemrég, ugye a pálosok mondták, hogy a természet Isten ruhája. És ma a természetet pusztítja legjobban ez a civilizáció. A szkítákról tudjuk, hogy úgy vették föl az ősi szkíta kereszténységet, az ősi szkíta hitet, hogy csodálták a természetet, a Teremtőisten teremtett világát, és meglátták mögötte a Teremtőistent, így írják róla a görögök is. És így lett a szkíta kereszténység, a szkíta vallás. Akit érdekel, javaslom a VNTV, a Via Natura TV-ben nézzék meg a szkíta kereszténységről mondott műsoromat, mert nagyon szépen összefoglalom ezt a mai helyzetet, ami van. A szkítáknak tehát feladata az erkölcsiség és a természetvédelme. Az állatvilág, a növényvilág, a talaj, a mindennek a védelme. Az akkumulátorgyárak, minden egy kicsit hozzátartozik, ami pusztítja itt a földeket Magyarországon. És a magyar földek megtartása. Agatiasz Krisztus előtt 300-ban. Írja, hogy szkíta és hunné neve és törvénye azonos. Mindegy, hogy gepida, rokszolán, szarmata, Kárpát-medencében, akik élnek, mind szkíta, hun. Tehát nem igaz, amit ők mondanak, hogy nincs folytonosság, dehogy is nem. Kárpát-medencében is folytonos az élet. Itt vagyunk, folytatjuk, alexandrai kelene, a szkíta vitéz nép és szabad. Na, ezt a szabadságot veszik el tőlük az oltásokkal kapcsolatban, vagy amit Józsi mondott nekünk itt. Nekünk a vérünkbe kell, hogy legyen a szabadság, emberek. A vérünkbe. A Szent Korona országa mindig úgy épült föl, hogy a Szent Korona országa, a Magyarország is szabad, és az egyén is szabad benne. Hát ott vitték magukkal a kardot. Régen nem volt olyan, hogy az emberek megkódoltak. Olyan volt, elővette, akár még a parlamentbe is gazdagoltak le Rákóczi idejébe embereket. Ha olyan volt, olyanra volt szükség. Bölcs Leó császár, a szkíták a természet égfiai. Tehát ezt mondom, hogy ő is azt írja, Bölcs Leó, hogy mi szeretjük a természetet, védjük, a szkíták isteni nevet adtak a folyóknak, a gyeszternek, és ha valaki belepiszkolt a vízbe, akkor annak nagyon súlyos kár kellett, akár halált is kellett szenvedni, úgy védték a természetet. Nyersek, de igazságosak. És hogyha a vezetőjük nem azt teszi, amit kell, keményen megbüntetik, száműzték, ha nem az igazságban járt a vezető. Na, ezt kéne nekünk is alkalmazni. A mi vezetőink most nem az igazságban járnak. Számozzuk őket, mondjuk fel, valahogy, mint régen, tehát ezt meg tudták oldani. Gordon Child, nem is olyan régi történetíró, európai népek tanítómestere a Kárpát-medencei műveltség volt. Ő nem csak a nyelvünket datálta 10 000 évre, hanem a mezőgazdasági kultúrát is tudja, hogy innen indult el a Kárpát-medencében. A magyarok ősei, a szkíta nép itt élt a Kárpát-medencében. Ugye hun, szkíta, ugyanaz a népcsoport, most járta Mongóliába, és ott már a hunokat a bronzkori sírok miatt egybe mossák a szkítákkal, meg a bronzkori emberek. Hát amikor egy 5000 éves csodálatos szarvast lát az ember,
ugyanolyan állapotban, 30 centire, vagy 40 centire a földbe ásva, 30-szor 60 cm vastag, 3-4 méter magas, négyegyenesen áll 5000 éve, és a csodálatos kíta szarvas rajta van. A mi szarvasunk, ugye a zöld halom pusztai, a világon a legnagyobb aranyszarvas, 37 centi, közel 40 centi. A Tápió Szent Mártoni szarvasunk pedig egy az egybe ugyanaz, mint az 5000 éves Mongóliában látott szobron lévő szarvas. Az első lába hátra, a második lába előre, szarva, gyönyörű szépe, kör alakulva, csita módjára, föltekeredve. És ugye Jucidides Krisztus előtt 456-ban, tehát előbb, mint Homérosz már ír a szkítákról. Minden nép alantabban áll a szkítáknál. Tehát nagyon régi és nagyon régi dolgok ezek. Ugye Mátyás királynál is, hogy szkíta volt, hogy mondta, például van egy Herkules szobor a budai várban. Azt azért állítottam, mert a szkíták őse Herkules, a görögök, az ógörög szerint, de még tovább megyünk, mert Herkulesnek az apja pedig Targitaos, akiben jön a Hargitaos, visszaél a Targitával. Tehát ez így alakul. Szicíliában pedig Diodor, Krisztus előtt 40-ben, csak azért, hogy sok hölgy is van itt, megdicsérjem őket is, hogy a szkítakorban kitűnő nők voltak, királyok voltak. Ugyanolyan jogokat éltek, mint ma is. Ma meg hol vannak a nők? Hova jutottunk, ahogy ez a ószövetségi kultúra elterjed és hozza magával a férfiúi fönnsőbb rendűséget? Ezt el kell söpörnünk és vissza kell térni a szkíta időbe. Jó hír, hogy van már szkíta templomunk is. Tarva nemrég pár hónappal ezelőtt föl lett avatva a helyi buddhista közösség megépítette az első szkíta templomot. A főoltárra ott van Nimród apánk és a két fia, Tündér Ilona, ilyen szobrok vannak ott. Tehát akik a magyar kultúrában részt vettek, majd pontosítjuk még, hogy mi kell a szkíta templomban, de erre se hivatkozhat a Parlament Igazságügyi Bizottsága, hogy nincs vallásunk, vagy nem volt vallás, vagy nem azt a nyelvet. Milyen nyelvet élünk, milyen nyelvet beszélünk? Magyar. Magyar beszélte a szkíta hun, hiszen a szkítaságban benne van. Ugye Nimród apánk megépíti a tornyot, ledől a torony, és így írja a Biblia is, hogy addig egy nyelv volt, nyilván magyar. Ahogy ledől a torony, lesz 72 nemzet és 72 nyelv. Tehát olyan logikus dolgok ezek, amiket tudnunk kell. És a másik, amire fölhívom itt is a figyelmet, az Igazságügyi Bizottsága, meg a parlamentnek. Elfogadta közel 1400 aláírást. De amikor volt ugye a felmérés, a lakosság fölmérése, körülbelül 2500 ember vallotta magát szkítáknak. Tehát itt több ezer emberről beszélünk, legalább 4000 emberről, akik várják és akarják. És nekünk Magyarországon most jelenleg, ha ezt megszavazzák és nem adnak nekünk lehetőséget, akkor ugyanolyan helyzetbe kerülünk, mint Erdély. Hiszen az erdélyeket is elnyomják, a székelyeket, a románok, a felvidéken, a felvidékiek, a felvidéki magyarokat. Nálunk a magyarok nyomják el a szkítákat, a magyarokat, ha a parlament megszavazza. Meglátjuk, mert tudunk ez ellen küzdeni, és kell is küzdenünk, hiszen mögöttünk áll a Magyarság Kutató Intézet, amit létrehozott ugye a egészségügyi miniszter akkor, és most úgy tűnik, hogy verik szét. De megvan az anyag mindenhol. A genetika bennünket igazol. A genetika szerint a Mátyás családja, a Hunyadi családban benne van az eredjász kíta gén. Harmadik Béla indította el az Árpádházi királyin genetikát. Jó. Ezt még befejezem, gyorsan is elmondjuk, tehát a harmadik Béla az Árpádházi genetikában, abban is benne van a szkíta gén. Tehát genetikával a Magyarság Kutató Intézet öntlévő videóval bármikor tudjuk igazítani és visszaállítani ezt. Még egy gondolatot mondanék, fölhívnám itt a figyelmet is, hogy szerdán megyek majd az Árpád Attila Hotelba, ott lesz egy rendezvény, és ott beszélünk karácsonyról is, fogok beszélni erről. Most is voltam előadni
Siófokon, és ott is láttam, hogy készülnek karácsonyra három királyok Jézus születésével kapcsolatos kis modellálják a Jézus Krisztusnak a születését, és ennek kapcsán mondom, hogy a legrégebbi mozaik Firenzében, ami létezik, a legrégebbi írások, a legrégebbi képek, a három királyok, azok pártus hercegek voltak. Pártus süvegbe ábrázolták, pártus köpenybe. Ha most bármelyik falu, vagy tanya, vagy város megcsinálja karácsonykor ezt, akkor kérem, hogy a három királyok ne feketének legyenek, négernek, mert ezek pártus királyok voltak. Voltak benne, mint a hunoknál fehér és fekete hun, fekete hajú, barna bőrű, de nem néger, és nem arab ruhába, és nem ott hívják, ha kell ábrázolni, pártusba, ha mi a magyarságot akarunk erősíteni. Az a három király pártus volt, és ezer évek óta várták Krisztusnak az eljöttét, hiszen Zarathustra pontosan megírja, ezt elmondom még egyszer, ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja, aki itt van. Ugye a zsidó vallásban, az Ószövetségben annyi van csak, hogy szűz által születik fiú gyermek, és más nem írnak, de Zarathustra úgy írja meg Jézus a megváltó születését, hogy ige által fogantatik, szűztől születik. Csillag fogja jelezni létét, mert nappal is világít. Királyok fogják imádni, fognak hozzá menni, ajándékot vinni, és ezer év múlva fog megszületni a világ megváltó. Nem messiás, világ megváltó, mert a messiás csak a zsidó nép megváltója, a választott nép. Megszületni ezer év múlva, és tényleg Zarathustra után ezer év múlva született meg Jézus, és még egyet tesz hozzá, hogy az én fajtámból való. Tehát Jézus Krisztus az én fajtámból, a szkíta fajtámból való. Köszönöm. Köszönöm szépen, szívességre szerű információkat. Azt szeretném még elfelejteni, a Tillához elmondani, hogy a Dolnai Krisztinának, Krisztinánál vannak ilyen nyilatkozatok, amivel lehet gyarapítani ezt a 2500-as szkíta közösséget. Érjük el a 10000-et, miért ne? Úgyhogy akinek van mozódása ez a dologhoz, hogy tényleg egy nagyobb közösség legyünk, azok kérem, hogy menjenek oda majd hátul, és akkor kérjék el ezt a nyilatkozatot, és töltsék ki, és akkor ezt tudjuk csatolni pótlólag és ehhez a népszámlálási adat együtteshez. Köszönöm szépen még egyszer, és akkor Ormai Péter doktort szólítom, aki az alumínium gyerekoltásokba való kedvezőtlen hatására képezte. Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm a rendezőket is, és köszönöm a lehetőséget, hogy újra itt lehetek. Egy kicsit körbejártam az alumínium témát a gyermekoltásokban. Igen. Tehát az alumínium egy viszonylag könnyű anyag, periódusos rendszerben 13-as rendszámmal, 5 érekben 8% mennyiségben megtalálható, nagyon-nagyon sok van belőle. De hogy mit keres ez a szervezetünkben, arra nem jöttem rá. Körbevesz minket az alumínium. Ugye ha bemegyünk a konyhába, a kávéfőzőtől kezdve, az étel főzéséig mindenféle eszköz megtalálható alufólián keresztül, és bizony ezek az újabb mindenféle üdítő, nyitavos alumínium dobozok, de akár az alumínium tartalmú dezodorok is tartalmazzák. És ugye minden bizonnyal szórják is a nyakunkba, szórják is ránk, és ott vannak az élelmiszerekben, ott van az ivóvizünkben. És hát természetesen belekerültek a gyermekoltásokba is. Hogy mi ott a helyük, nézzük meg, hogy mi is ez az alumínium. Tehát maga a biológiai élettani hatása
és szerepe máig nincs tisztázva. Nem tudjuk, hogy mennyi kell belőle, egyet tudunk, hogy mérgező, neurotoxikus és az ember számára kedvezőtlen a túladagolása. Mit csinál az alumínium? A kötéseiből kiszorítja a vasat, kiszorítja a rezett magnéziumot, kálciumot, és ezzel például anémiát, vérszegénységet okoz. Fehérjékhez kötődik, megtalálták azokban az aminoidokban, amit az erekből biztosan láttátok a képeket, szedegetnek ki. Annyit tudunk róla, hogy az életkorral szervezetünkben a folyamatos alumíniumnak való kitettség miatt fölszaporodik, és különösen az agyban. És az agyban felszaporodó alumínium valamilyen úton, módon párhuzamba van különböző idegrendszeri betegségekkel, Parkinson-korral, Alzheimer-korral, szklerózis multiplexel. Például az Alzheimer-korban kimutatták, hogy kifejezetten magas az alumínium kiürülése a szervezetből. Valószínűleg a bevitel, hát a bélen keresztül a szervezetbe való bejutása is nagyobb. Ez az az ábra, amit előszeretettel mutogatnak a gyógyszergyárak. Van rajta három vonal, egy folytonos kék és egy folytonos piros vonal, és azt mondják, hogy az az egyén, aki az alumíniumot megkapja élete során, ez felel meg a kék vonalnak, és aki még az oltásokat is mindegyiket megkapja, ez a piros vonal. Tehát semmiben nem különbözik. Van ott egy szakadott vonal, ami arra utal, hogy aki esetleg nagyobb alumínium expozíciónak van kitéve, nála ennyi alumínium összegződne a szervezetbe. Az alumínium, hogyha bekerül és felszívódik, akkor 1% alatti mennyiség kerül be normál viszonyokban a szervezetbe. Három kiürülési szakasza van, ez főleg a vesén keresztül. Első szakaszban nagyon gyorsan csökken a mennyisége, majd ez a kiürülés lassan-lassan mérséklődik, és eljut a harmadik szakaszhoz, ahol nagyon-nagyon lassan ürül ki a szervezetből. Ez a harmadik szakasz, ami bent maradt alumínium a szervezetben, ennek a felezési ideje 5 év. Ez azt jelenti, hogy az, ami ott maradt a szervezetben bent alumínium, ez 5 év alatt fog felére csökkenni mennyiségben. Ami engem különösen érdekelt, hogy mi a fene van itt az ábrán, mert hogyha azt az előző ábrát, amit a gyógyszergyárak terjesztenek, megnézzük, akkor itt a kék és piros vonal között valami picinke eltérés lehet, de ugye 6000 nap, tehát a 18 éves koráig van a gyereknek ez feltüntetve, és akkor nézzük meg egy másik ábrán, hogy mit is jelent ez a piros és kék vonal eltérése. Itt az alumínium terhelést láthatjuk, és a 2-3-4 hónapos gyermek oltásoknál ennek az alumíniumnak a szervezetben való összegződését, illetve kiürülését. Ez a három tüske, ez a három kék tüske megfelel ennek a második, harmadik, negyedik havi oltásnak. És hát ugye ez az alumínium, figyelembe véve, hogy a véradját még nem záródott, illetve az idegi fejlődés is csak kialakulóban van, tehát az agynak a fejlődése is egy nagyon fontos stádiumában van. Van ennek egy szép másik piros vonala, amit mindjárt megmutatunk. Ez a piros vonal lenne az európai norma. És nézzék meg, hogy ezt a normát szépen semmibe véve ekkora alumínium terheléssel, vagy terhelésnek vetik alá a gyerekeket. Nem is tudom, hogy ezt az ábrát például a gyerekorvosok, hogyha látják, akkor nem gondolkoznak el, hogy mit is csinálnak. Alumínium, milyen rizikó tényezői vannak?
Ugye az egyik a sejtanyag cseréjében oxidatív károsodásokat okoz, a sejtnek az egész energiaellátását károsítja, és szerepe van mindenféle autoimmun kórképek létrejövésében, génmutációkat okoz, hát az előbb csecsemékről beszéltünk, a magnézium-kálcium réz anyagcserét károsítja, és hát ott vannak azok az idegrendszeri, neurotoxikus hatás miatt létrejövő betegségek, mint az Alzheimer-kór. Igen, tehát a 70-es években alig volt ismert az autizmus spektrum zavar, az autizmus fogalma, és ezt a görbét, hogyha megnézzük, akkor azt lehet észrevenni, hogy ez a spektrum zavar egyre inkább elterjedőben van, és mostanra azt hiszem ki lehet mondani, hogy nincs olyan általános iskolás osztály, ahol ne lenne egyetlen spektrum zavaros legalább, vagy akár több. Ez egy 2015-ös felmérés Amerikából, a ugyanúgy autizmus körébe tartozó viselkedés zavaros gyerekeknél, hogy 3 és 6 éves kor közben kezdik el észlelni ezt, 7 éves korra megvan a diagnózis, és így pár évvel ezelőtt az amerikai gyerekek 6,1%-a már gyógyszert is szedett erre. A 2021-ben egy orvosi cikk megjelent, 13 gyerek vakcinát hasonlítottak össze, azoknak az alumínium tartalmát. Hát különböző véletlenszerűen kiválasztott ampullákból tömegspektroszkóp segítségével megállapították, hogy mennyi alumíniumot tartalmaznak. A 13-ból 6 vakcinánál lényegesen magasabb értékeket találtak, és mi az érdekes itt? Annál a 3 kiragadott példánál, ami hepatitis A, illetve hiperte oltások, hogyha megnézzük a sor végén ezeket a 0,25 vagy 0,39 mg-os értékeket, ennyit volt be a gyártó, hogy ennyi van az ampullában. És ezzel ellentétben a mért ampullák, tehát az, amit kiválasztottak és bevizsgáltak, teljesen vad eredményeket hoztak. Tehát a 0,25 helyett 0,6, tehát 2,5-szeres, vagy akár ott az utolsónál egy 3-szoros alumínium mennyisége. Ami lényeges, hogy az oltásokat és az oltások együtt hatását senki soha nem vizsgálta még. Amivel számolnak még a gyártók, átlagértékek, az anyatejnél 40 mikrogrammos alumínium értékkel, de ugyanakkor kutatók ebből 1100, tehát közel 30-szoros mennyiséget is tudtak mérni anyatejben, illetve a tápszerekben, ahol 225 mikrogrammal számolnak, és a tápszerek közt 200 mikrogrammos is előfordul. Tehát röviden, hogyha ezt összegezni szeretném, a gyártókon kívül senki nem vizsgálja azt az alumínium mennyiséget, ami az ampullákba kerül, és sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem pedig az amerikai hatóságok egyszerűen ezekkel nem foglalkoznak, átengedik őket. És a magas alumínium terhelés, amikor esetleg az anyának is van egy magasabb alumínium terhelése, és ez átmegy anyatejjel szoptatáskor a gyerekbe, erre még ráoltanak, ezt senki nem vizsgálja. És akkor végezetül egy mítoszt szeretnék még eloszlatni, hogy az oltások hatására szűntek meg a járványok. 2021
júli 12-én meg lehet találni mind a két dokumentumot, amit most itt bemutatok a WHO honlapján. A WHO arról döntött, hogy mindenkinek kivétel nélkül szeretné a genetikai állományát megváltoztatni. Nem csak az önökét kivétel nélkül, hanem az állatokét, a növényekét, mert neki így tetszik. Már megcsinálták hozzá akkor a kézikönyvet. Tehát ez a kézikönyv is letölthető, hogy ők ezt hogy képzelik el, és mindenkinek, önöknek, akik itt ülnek és hallgatják ezt az előadást, a genetikájába bele akarnak szólni, és a genetikáját meg akarják változtatni. Keressék meg nyugodtan ezeket a dokumentumokat. És a mítoszra még annyit, hogy Magyarországon a himlő és a himlőnek az áldozatait, hogyha megnézzük, akkor az 1700-1800-as évekre szinte a himlő kezdett eltűnni. Ugye eleinte nagyon sok áldozat és nagyon sok beteg volt, de később ez a tendencia szinte a nullához kezdett csökkenni. És mindez megtalálható, hogy 1895-ben kiadott Béthindő oltás című könyvben. Benne vannak a melléfogások is. Hogyha egy ilyen görbén kellene az egészet táblázolni, akkor azt látjuk, hogy az 1800-as évekre ez a himlő szinte kezdett eltűnni. És 1860-ban kezdtek el tömegesen oltani Magyarországon. Rájöttek itt, hogy elkezdenek oltani, és ki fellángol a járvány. Vagy fellángol a járvány, és elkezdenek oltani, de mindenképpen a kettő összetartozik. És hogyha ezt a görbét és az oltást az összes fertőző betegségre, amit a WHO azt mondja, hogy ő az oltásokkal tudta ezeket eltüntetni és semmissé tenni, akkor mindegyikre elmondható, hogy az oltásokat ott vezették be, ahol már ezek a járványok tűntek el, csökkentek le, és már alig volt sem megbetegedett, sem pedig haláleset. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Az alumínium egy érdekes téma, hogy hogy mérgezik vele az embereket, és köszönöm szépen. Köszönöm Kormai Péternek az alumínium előadását. Azt gondolom, hogy konyhai edényekként sem használható már az alumínium. Az is kár okoz a idegrendszerünkben. Védőoltásoknak nevezett kocsmarékokban pedig végképp nem szabad belerakni olyan anyagokat, amelyek kárt okoznak nekünk, vagy a gyerekeinknek egész életünkre. És akkor szabadjon felkonferálom Dr. Guza András barátunkat, aki a gyermek idegrendszeri fejlődését és a oltások kölcsönhatását vizsgálja. Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát a kép alját szeretném mindenkinek mutatni, hogy egészséges nemzetet csak egészséges gyerekekkel tudunk építeni. És ez kellene. Még közelebb? Így jó. Akkor kérem a következőt. És egy dunaújvárosi fölmérést végeztek kb. 6 évvel ezelőtt, amikor a végzős óvodásokat megnézték pszichológiai tesztekkel, és azt találták, hogy 72%-uk alkalmatlan az iskola kezdésre, mert fejlesztésre szorul. És ez az eredmény azóta még romlott. Egy másik csoport, aki Budapesten más témával, más módszerrel végzik a vizsgálatokat, 21%-ban a gyerekek mozgás koordinációját elégtelennek tartották. És hasonló gondokról hallunk akkor, hogyha sorozó orvosokat a katonáknál megkérdezzük, mert rengeteg fiatalt alkalmatlannak tartanak a katonaságra. Kérjük a következőt. És hát ez az ábra remélem, hogy mindenkit leültet, vagy lefektet. Ezek
a CDC-nek, az amerikai járványügyi ellenőrző hatóságnak a hivatalos adatai. Hány gyerekből születik egy autista? 2002-ben az első oszlop itt fönt, működik. Jó. Akkor 158 betegből volt egy autista. És ma 28-ból van egy autista, és a közben elengedett adatok gyönyörű szépen a trendvonalba beülnek. És hogyha megnézem azt, hogy ez a trendvonal mikor metszi az alapvonalat, itt van a dátum. Jó, mégis csak működik. Tehát 2026-ban várható, hogy minden született gyermek autista lesz. Ennek valami okának kell lenni, és én keresem az okot. Én nem a füstöt kergetem és a felhőket, hanem az okot. És akkor másik irány, jó? 1979-ben is erről már hallottunk már, az FDA engedélyezte, hogy a rubeola vírus tenyésztésére a kacsa embrió sejteken való tenyésztét átváltsák humán embrió sejtekre. Erről tudni kell azt, hogy ezek immortalizált sejtek, és ezek ráksejtek. Tehát ráksejtekben szaporítjuk a vírusokat. És a vírusok, mindjárt mutatom, hogy hogyan magukba vesznek a ráksejtekbe a jelentős DNS-t, és emellett még DNS töredéket is teszünk a vakcinába, amit a gyerekek sajnos a saját DNS-ikbe be tudnak építeni, és ettől kezdve a gyereknek módosított a genetikája már is. És akkor itt van egy fantasztikus ábra, ami Shortól származik, a könyvéből vettem, az amerikai autisták előfordulását hozza a 60-as évektől egészen a 75-ös évekig, és azt lehet látni, hogy amikor elindult a vakcina, az MMR vakcina és benne az emberi sejt maradványa, ettől kezdve az autizmus előfordulása hihetetlen gyorsaságot vett. És akkor miért nem volt tovább? Oké. Szenet kisasszony a Massachusetts Institute of Technology-ban egy fölmérést végzett arról, hogy mennyi glifozátot szórtak ki a mezőgazdaságon a földekre. A piros vonal jelzi a glifozát kiszórt mennyiségét, és ez azt jelenti, hogy holdanként 5 tonnát szórtak már ki ebből a rákkeltő méreg gazirtóból, és sajnos az EU az napokban hosszabbította meg 10 évre a használatát az EU-ban, hát hadd pusztuljon amit. És a két oszlopok pedig mutatják egy független hatóságnak az autisták előfordulásának a görbéjét, és hogyha a kettőt úgy veszik észre véletlenül, hogy nagyon párhuzamosan futnak, akkor jól látják. És az idegrendszer fejlődése a fogamtatást követő 3.-4. héten indul meg, a külső réteg begyűrődik, és ebből fejlődik ki, aztán különböző fokozatokon keresztül az idegrendszer, és az idegsejtek vándorolnak szépen fölfelé, a kéreg felé, és alakított nyúlványokat bocsátanak ki, és ezek a nyúlványok pedig egymással kapcsolódva szinapszisokat alakítanak ki, amelyel az információt közlik az idegsejtek egymással. És a gliasejteknek, amelyek az idegrendszer támasztó sejtjei, a helyrevándorlása is ebben az időben történik, és mind az idegsejtek, mind a gliasejteknek a helyrevándorlása hihetetlenül érzékeny ezekre a gyulladásokra, ami a környezetben kialakul. A mikroglia normál körülmények között támogatja az idegsejtek vándorlását. De kóros körülmények között, ha gyulladás van az idegrendszeren belül, akkor gátolja.
Itt van egy közlemény, amelyik azt mondja, hogy az idegrendszeren belüli gyulladás, annak egy nagyon-nagyon komoly szerepe van az autizmus kifejlesztésében. És akkor itt a posztnatális, vagy a prenatális, tehát a születés előtti expozíció a gyulladásnak. Tehát ha terhes anya valamilyen gyulladást kap, akkor az elősegíti az autizmus előfordulását. A gyulladás befolyásolja az idegi sejtek fejlődését, csökkenti a segítő faktorok termelését, amitől nagyobbra nőnek az idegsejtek, gátolja a sejtek helyükre vándorlását, és megváltoztatja azoknak az anyagoknak a képzését is, amelyet ezek az idegsejtek választanak ki. Az ASD kialakulását segítő különböző rizikófaktorok, ezek elsősorban gyulladás okozók az anyában, az anyai dohányzás, az alkoholfogyasztás, aztán az elhízás és az anyai immunaktivitással járó betegségek sorozata. És ez a kép, ez egy fantasztikus technikának köszönhető. Patkányok, megtermékenyített patkányok méhét felvágták, és a fejlődő gyermekek agykamrájába vittek be olyan anyák szérumát mikroliternyi mennyiségben, akik autista gyereket szültek. És olyanokat, akiknek normál gyerekeik voltak. Az első oszlop a normál szérumú gyerekek, patkányoknak az idegsejtjeinek a fejlődését mutatja, és teljesen normális. Az idegsejt szélén ezek a kis nyúlmányok, ezeket tüskétnek nevezik, ezek jól fejlődnek, és ezek teremtik a kapcsolatot az egyes idegsejtekkel. Mellette a terhes, az autista anyának a szérumával kezelt patkányok idegrostja látszik, amely nem termel tüskéket, tehát nem tud kapcsolatot teremteni, ha nincs kapcsolat, akkor nincs memória sem, és viselkedési problémák jelentkeznek. A három párhuzamos kettős kép az három különböző agyterületnek az idegsejt nyúlványait mutatja, és teljesen egyértelmű, hogy az autista vérrel kezelt patkányok mindegyikében az idegsejteknek a nevelése már az anyaméhben károsodott. Aztán azt is észrevétel, azt is látták, hogy 6 és 17 hónapos korban az agy különböző területei és azok, amelyek autizmusban szerepet játszanak, sárgával vannak jelölve, azok sokkal erőteljesebben nőttek, és tudjuk azt, hogy az autistáknak a fejkörfogata is nő egy picikét, és hát ez kívülről pontosan követhető. Ezt a képet örömmel mutatom meg. Ez egy 60 éves fölvétel, amit még fiatal orvostanhallgató koromban végeztem a kutatólaboratóriumban, ahol felnőttem. Ez a kapillárisok fejlődését mutatja, és az endotél sejtek, az endotél sejtek mellett itt vannak a periciták, amelyek ilyen hosszú vékony nyúlványokkal kapcsolatot teremtenek a különböző érfalakkal, és gyönyörű szépen látszik, hogy az élfalnak a sejtje, az endotél sejt úszik ezzel emellett, és megy, és újabb kapillárist épít fel a jobb oxigénellátására az idegszövetnek. Aztán itt van sémásan a véragygátnak a szerkezete, belül az endotél sejtek, és kívül a hozzátapadó egyéb sejtek, a csillagsejtek, a makrofágok, az idegsejtek, és itt van a pericita, aminek az előbb a nyúlványait mutattam. A véragygát az körülbelül 2 éves korra fejlődik ki. Addig könnyen áteresztővé válik, és ez viszont fokozhatja a gyulladást. Fiorentino volt az, aki első alkalommal mutatta ki szövettani metszetben, hogy a véragygát zavaraiban résztvevő gének megváltozta az autista gyerekekben.
És itt egy szövetlenül kép sorozat látszik, ahol az első kisagyból, az első képen egy normál kisagyat látunk, itt pedig egy autista kisagyat, ahol lényegesen megritkultak a sejtek, és különösen a széli részen lévő burkínje sejtek, ezek a nagy sejtek, amelyek itt látható, és maga a granuláris réteg is nagy mértékben csökken. Ezen a felvételen ugyanez látszik, csak a festéssel az aktivált mikroglia sejteket mutatjuk, azok ilyen barnás festődésűek, és ezek azok, amelyek tönkreteszik, felemésztik az ott élő idegsejteket. Itt lehet látni nagyobb nagyításban, ahol körülölelik a purkinje sejtet, a mikroglia sejtet, és teszik tönkre. Ezen a képen pedig a csillagsejteket lehet látni két különböző festéssel, a zöld sejtek normálisak, és a barna sejtek immunológiailag aktívak. Tehát olyan anyagot termelnek, amelyek az agyállomány pusztításában szerepet játszanak. A krónikus gyulladás az anyában megalapozza az autizmust. Számos krónikus betegség, amelynek hátterében immunrészvétel is kimutatható, hadd ne soroljam őket, megnöveli az utódokban az autizmus előfordulását. Ugyanakkor azok a krónikus állapotok, amelyek nem járnak immunológiai részvétellel, mint a magas vérnyomás, a kettes szél, cukorbetegség, ezeknél az autizmus a gyerekeknél nem gyakori. Mi okoz még krónikus gyulladást? Az anyai immunbetegségek, környezeti mérgek, permetszerek, fémek, a különböző antibiotikus kezelés miatt megváltozott bélflóra és különösen a gombák elszaporodása, aztán a soronozatos vakcinák a belünk lévő agyúvásokkal és más a szervezet számára idegen anyagokkal, vírusok. És akkor a kötelező oltások Magyarországon, vagy egy picit tudatában legyenek, 4 hónapos korig a gyermek 16 vakcinát kap. 4 hónapos korig egy fejletlen, éretlen idegrendszer. 18 hónapos korig 24 vakcinával egészítjük ki, és amikor 13 éves és már lassan befejezi az általánost, 37 vakcinát kap összesen. Mi jó, ha 4-et vagy 5-öt kaptunk, és hát meg kell nézni, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel. Nem szólva arról, hogy mindjárt menjünk tovább, hogy mi van még benne. A vakcinákban mi minden található. Vannak különböző konjugáló ágensek, stabilizátorok, aztán a mikróba ellenes anyagok, tehát kell benne antibiotikumszerű anyag, formaldehid például, amelyik kifejezetten méreg a szervezet számára. Ott vannak a természetes szaporítás alapjául szolgáló részben humán sejtekből eredő fehérje maradványok, DNS fragmentumok. Ezek beépülnek a gyermek DNS-ére, és ezt a vakcina nagyon-nagyon elősegíti. És aztán ott vannak a sejtek kultúrában a vírusok, amelyek velünk együtt élnek, ezek az úgynevezett retrovírusok, és ezeknek a burokfehérjei, amelyek szinte mindegyikkel rákokozó. És ezek kiválthatnak allergiát, immunválaszt és autoimmunitást is elindíthatnak. Aztán a higany vegyületek és az alumínium, ideg, méreg, mind a kettő, semmi keresni valója az agyban. És hát ezeket bejuttatjuk. Az FDA megadja még a mennyiséget is, hogy mennyit lehetne beadni. Ezek a vegyületek a táplálékkal is bejutnak a szervezetbe, de egészen más a sorsuk, mert részben lekötődnek a véltartalomhoz és kiürülnek. Ezzel szemben az oltással beadottak bekerülnek a véráramba, onnan a lyukas véragygáton keresztül az agyba, ahol a sejtek, az a idegrendszer sejtjei felveszik. Ha a mikroglia,
amelyik az agy immunrendszerének az első védekező rendszere, felveszi ezeket az érzékenyítőket, akkor kezdenek érzékenyé válni. Ha megkapják a következő adagot, ekkor már aktiválódnak, és aktív immunanyagokat fognak kiválasztani, amelyekkel gátolják az idegsejtek helyszínre áramlását, nyúlványképződését és kapcsolatteremtését. Köszönöm szépen, ebben én nem kérdezik. És ez egy hihetetlen izgalmas kísérlet volt, amely bizonyítja azt, hogy a vírusok lopnak. És honnan lopnak? A tenyésztő sejtjeiből. Itt van két szövettenyészet. Az egyik a HEP2, másik egy vesekultúra. Ugyanazt a vírust szaporítom el. És utána a patkányokat a szövettenyészettel beoltom, és ellenanyagot termelek a kultúra ellen, a sejtkultúra ellen. És utána a sejtkultúrában, a sejtkultúrában tenyésztett vírusokat összehozom a szövetkultúra elleni ellenanyaggal. És hogyha ez a szövetkultúra elleni, akkor nem lesz vírus. Közömbösíti a vírusokat. Tehát a vírus a sejt hátrájába ellopja a szövetkultúrának az anyagát, és a szövetkultúra ellen termelt ellenanyaggal közömbösíteni tudok. Ha én a vesekultúrában szaporított vírust összehozom a HEP sejtek ellen termelt ellenanyaggal, akkor nem bántja a vírusokat, tehát mutatja, hogy egyértelmű a vírus lop az őt tenyésztő sejtekből. És akkor a vaesről már szó volt, van egy másik, amelyik az egészségügyel kapcsolatos jelentések adminisztrációja, és ennek az adatai alapján 1988 és 23 között bejelentett vakcina szövődményeket nézték meg, és sorolták, hogy melyik vakcinával szemben milyen gyakori volt a bejelentés, és hát masszívan vezet az influenza. A bejelentett 25 ezerből 9 ezer influenzával kapcsolatos volt, halálesetek számát itt sorolják fel a vakcinákkal kapcsolatban, és az IVA ebben a DTP vezet, és ezek kártérítésre jogosultak ezek az emberek, de ez egy bizottság elé megy, és a bizottság majd dönt arról, hogy ki kapja meg, ki nem. És a kártérítésre kifizetett összeg az meghaladta az 5 billió dollárt. Meghaladta az 5 billió dollárt, és hogyha ezt elosztom, hogy hányan kaptak, körülbelül a 25 ezerből 10 ezernek szavazták meg a kártérítést, akkor ez olyan 500 ezer dollár fejenként, viszont a halottaknak, ahol halott gyermek volt, ott biztos, hogy lényegesen többet kaptak. Ami érdekes az, hogy az MMR vakcinával is vannak halottak, de a legtöbb az a TTP-vel kapcsolatban van, amit bőven adunk a gyermekeinknek. Amennyiben a higany és az alumínium az idegsejtekben köt ki, amelyekhez kifejezett a vonzódása, akkor a mitokondriumok energiatermelése leáll, és a sejt működésképtelenné válik. Ha az asztrocitát veszik fel, akkor azok pusztulásnak indulnak. A sok szövődmény miatt a higany vegyületek alkalmazását mérsékelték a vakcinában, de még ma is több tartalmaz, hiszen az influenza vakcina, a hepatitis vakcina is tartalmazzák a higanyt, amiben naponta oltják a gyermekeinket. Azok a felnőttek, akik évente kapják az influenza vakcinát, azoknál sokkal gyakoribb az Alzheimer kor. A mai napig egyetlen olyan tanulmány sem született, amelyik a vakcinák forgalomba hozatala előtt a szakma szigorúan megkövetelt evidence-based követelményeinek megfelelt volna. Számos tanulmány jelzi az oltások negatív hatását, velük szemben mindig arra 6 tanulmányra hivatkoznak, amelyet a CDC rendelt meg és finanszírozott, és hogy nem, a vakcináknak az ártatlanságát bizonyították. A CDC immunizációs protokollja szerint 18 hónapos korig a csecsemők 5000 mikrogram
alumíniumot kapnak, ami egyenesen az idegsejtekben landol. Sól és munkatársai 2014-ben megállapítják, hogy a nyugati országokban a gyerekeket 4200 fölötti alumíniummal oltják, ami egyetlen viszit alatt elérheti az 1500 mg-ot. Azokon az országokban, ahol a gyerekek sok alumínium tartalmú vakcinát kapnak, a legmagasabb az autizmus előfordulása. És azt mondja Christopher, hogy én hiszek az immunizálásban, de nem hiszek a vakcinálásban. És miért nem? Azért, mert amikor beadják a vakcinát, azok nem érintkeznek az első védőréteggel a nyálkahártyán, nem találkoznak ott a makrofágokkal és a T-sejtekkel. Amikor élő poliovírus vakcinát kaptunk kockacukron, mi magunk is ezt szopogattuk, én még emlékszem rá, amikor az egyetemen megkaptuk, akkor egészen másképp zajlik a folyamat. A legelőször a száj garat nyálkahártyájával találkozik, ott a makrofágok felveszik a vírust, megemésztik, kirakják a felszínükre, és odaadják a T-killer sejteknek, bemutatják, és ezek pedig átadják a T-memória sejteknek, és ettől kezdve emlékezni fog az immunrendszerünk erre a vírusra. Na most, ha a vakcinát beadjuk az izomba, ott mindjárt a véráramba kerül, ahol rögtön kapcsolatba kerül a B-sejtekkel, tehát az antigén termelő sejtekkel, megtermeli az antigént egy rövid időre, mert ezeknek a sejteknek nincs memóriája, múlik. És ezért kell havonta nyomni a szegény gyerekekbe az alumíniumot, meg a higanytot. Bocsánat. És akkor még Roundup is van a vakcinákban, azaz glifozát. Megnézték Amerikában, és nem találtak olyan vakcinát, amiben ne lett volna a Roundup. Többenek. Hát glifozáttal mérgezik az egynapos gyereket már. És mindezek mellett az NML vakcina a sejtek szaporodására alkalmazott HeLa sejtekben hívós humán endogén retrovírust, amit ilyen betű sorral jeleznek, tartalmazott. Ez a vírus tartalmaz egy integráz nevű fehérjét, ami elősegíti a DNS beépülését a humán genomba. Tehát én beviszem a sejtkultúrának a DNS-ét, és ez az integráz segíti, hogy beépüljön a saját DNS-embe, és én génmódosított legyen. Több autoimmun betegségben találtak már ilyen pozitivitást. Az MMR vakcinában található DNS fragmentumok és a herbírus szerepét nem vizsgálták részletesen arra vonatkozóan, hogy milyen rövid és hosszú távú veszélyt jelentenek a beoltottaknak. Mindezek arra mutatnak, hogy az NMR vakcina gyártásának jelen módszerét bizony újra kellene gondolnunk. Köszönöm szépen a szíves figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Gugoló doktornak ezt a remek, tudományos mértékű előadása, és nagyon elszaladt az idő. Előre mondom, hogy egy pár percet számítunk kérdésre. Mondjuk úgy, hogy mindenki felé, aki előadott a felé egy-egy kérdés lehet, mert nagyon elhúzódott a megbocsátás. De akkor menjünk is tovább, és akkor Hokovics János doktor, kérem, hogy a HPV vírusoknak a oltásokkal való szeretnél. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én Németországban találkoztam először a HPV elleni oltásokkal. Gardena név alatt ment az Németországban, ami három oltástól állt, és ugye megkaptuk mi a megbízást, hogy a gyerekeket 12 éves kortól kezdve kezdjük oltani ezekkel a gyerekekkel, úgymond ezzel megakadályozunk, hogy később mészárákot kapjanak. Igen, teltek múltak az évek, és valahol láttuk, hogy elég komoly betegségek jelentkeztek meg ilyen oltások következtében. Megjelentek olyan betegség, hogy narkolepszia, az azt jelenti, hogy folyamatosan alszik egy ilyen gyerek, agybelőgyulladás,
izomsorvadás. Mivel hogy ezek az információra szárnyra kaptak, a németországi egészségügyi intézmény megszüntette az állami finanszírozást, mert egész addig fizette az állam ezeket az oltásokat, és áttértek arra, hogy mindenki csak önkéntesen adhatja, hogy akarja, aki megkapja, nem akarja, nem kapja meg. Na most, az is kiderült ezekről az oltásokról, hogy ezek 3 évig hatnak. Tehát, hogyha 12 éves gyereknek adnak egy ilyen oltást, akkor 15 éves kor után már nem hat az injekció. Tehát én nem tudom, hogy melyik az a szülő, aki 15 éves korban már megengedi a gyerekének, hogy szexuális kapcsolatot tartson. Egy kulturált körülmények között fölnevelt gyerek még nem tart szexuális kapcsolatot 15 éves korában. Tehát végül is kaptak egy oltást, aminek csak a kóros mellékhatásait élvezheti a gyerek, de ami miatt kapja, ott már okafogyottá válik. Na most ugye a HPV vírusokból valamivel több mint 20 fajta van, ebből 3-ot állítanak, mondják 3-ról azt, hogy az mészárlást okozhat. Csak hát ugye tudni kell azt, hogy ha valaki kap egy ilyen vírusfertőzést, akkor az nem az egyik másodperc alatt a másikra alakítja a rákot, hanem annak van egy kb. 5 éves fejlődése. Tehát, hogyha egy olyan nő, aki már valóban rendszeres szexuális kapcsolatban él, mondjuk legyen 17 év fölötti hölgy, akkor ott körülbelül, hogyha meg is kapja a vírus, akkor kb. 23-24 éves korra alakulhat ki esetleg a rák. Csak hát mondjuk önök is biztos tudják, hogyha kapnak egy torokgyulladást, egy vírusos torokgyulladást, ezeknek a gyulladásoknak döntő része magát a meggyógyul. Ez ugyanaz a helyzet a mészárban is. A HPV vírus fertőzés az esetek döntő részéről magától meggyógyul. Tehát azt kell látni, hogy az ember a gyerekeinket teljesen fölöslegesen oltják be, viszont egy hölgy, aki 20 év fölött van, és minden évben egyszer elmegy rákszűrésre, akkor ezeket a fertőzéseket gyönyörűen ki lehet szűrni. Hoztam magammal egy pár fényképet, most bevezetem önöket a nőgyógyászati onkológiába. Úgy mennek haza, hogy perfekt nőgyógyászati onkológiába lesznek. Ugyanis van két fajta folyadék, amivel hogyha megecsetelem a mészájat, akkor láthatóvá válnak azok a területek, ahol vírusfertőzés van. Az egyik az ecetsav, és a másik a kálium-jodid, úgynevezett rugol. Fognak látni, nem tudom, hogy rá lehet menni az első képre, itt egy kolposzkópot fognak látni. Megmondom őszintén, hogy én még mielőtt kiszizáltam volna 85-ben, előtte Győrben, Egerben dolgoztam, meg később az Országos Onkológiai Intézetben, és ott tanítottak meg minket, inkább az Onkológiai Intézetben, hogy milyen fontos a kolposzkópos vizsgálat. Higgyék el, a nőgyógyászok a döntő része, akinek nem kapott onkológiai képzést, akkor ők ezt a kolposzkópos készüléket csak arra használják, hogy bevilágítsanak a hüvelyre. De nem használják diagnosztikának. Pedig borzasztó fontos ennek a használata. Itt lehet látni egy olyan kolposzkópot, amin egy videókamera van rákapcsolva, és a képernyőn lehet látni a mészárt. Láttak, egy ilyen kis flakon tettem oda, egész picike is betűkkel, és az 40-szer fölnagyítja a képernyő. Úgyhogy a beteg, hogyha önvizsgálatra, akkor saját maga is látja pontosan, mi van a mészáján. Na most nyilvánvaló, akkor a mészájat bekenjük először az ecetsavval, most kérem a következő képet. És tudni kell azt, hogy azok a sejtek, amelyek meg vannak támadva a vírustól, azoknak nyilván a vírusfertőzés miatt megváltozott az anyagcseréjük. És az megváltozott anyagcsere, hogyha egy ilyen sejtre rákerül az ecetsav, akkor kicsapja azt a kóros fehérjét, ami ez a beteg vírus, vagy a beteg sejt a vírusfertőzés okoz hatására képez. És akkor ahol vírus van, akkor ilyen mozaik-szerű képződményeket kapok a mészáj felületén. Tehát teljesen pontosan látom, hogy hol van az épp hám, és hol van az a hám, ami már vírussal fertőzött. Ez nyilván le tudom kontrollálni a második festéssel, a lugollal, kálium-jodiddal, az az épp sejteket, amelyek tartalmaznak glikogént, azokat a kálium-jodid befesti barnára. Tehát ahol egészséges a mészáj, ott egy szép mahagoni barna színt kapok.
azok a sejtek, amik meg vannak fertőzve a vírussal, azok már nem termelik meg a glikogént. Ugyanott a vírus az bemegy a genomba, megváltoztatja a sejtnek az anyagcseréjét, képtelen már glikogént termelni, tehát azok nem tudják fölvenni a jódot. Tehát világos magad a terület. Ezzel a két anyag látja, pontosan ugyanarról a területről van szó. Két kontrollom is van, hogy megnézem azt, hogy van ott fertőzés, vagy nincs. Na most, amennyiben ugye általában jönnek rákszülésre, akkor csinálnak egy citológiai vizsgálatot, ezt a korpuszkorban leginkább csak bevilágítom, de ezt a vizsgálatot nem nagyon végzik el. Ha a citológia, tehát a kenetnek az eredménye negatív, az azt jelenti, hogy nem találtak benne kóros sejteket, és esetleg van egy ilyen kép, akkor nem kell félni attól, hogy rák van. És ezeket a felületeket egyszerűen le lehet marni. Van egy lápisz nevezető anyag, ugye ezüst nitrát, amivel egy ilyen kristályt hozzáteszek ehhez a területhez, akkor nekem lemarja a felületi sejteket, és azt követően ezek szépen levágnak, folyékonyabban, kifolynak a üvegből, de felülről az épphám szépen rákúszik arra a területet, amit lemartam. És így egyre kisebb és kisebb lesz az a terület, ami fertőzött volt, és egy pár kezelés után ez a koros lám eltűnik. Tehát, hogyha időben jön valaki, igazából az 5 éven belül a rákszülésre, akkor gyönyörűen rendbe lehet tenni egy vészelt mindenféle sebészeti beavatkozás nélkül. Tehát látják, onkológusokká váltak. Nagyon egyszerűen lehet ilyen dolgot csinálni. És hogy belegondolnak, hogy mi mindent csinál ez a HPV oltás, utána direkt utána néztem, hogy Magyarországon milyen mellékhatásokat jegyeznek föl. És akkor ugye ezt sugallják a szülőknek, hogy nem kell ettől az oltástól félni, mert csak nagyon enyhe mellékhatások vannak. Most én felolvasom önöknek, hogy mit ír a magyar szakirodalom. Fejfájás, izomfájdalom, bágyadság, viszketés azon a területen, ha beadták az oltást, kiütések, izületi fájdalom és szédülés. Mi volt nekem Németországban a tapasztalatom? Agyvelőgyulladás, izomsorvadás, végleges elgyengülés és halál. Tehát ennek tesszük ki a gyerekeinket, annak ellenére, hogy ez gyönyörűen 5 éven belül, mert ugye 5 év kell ahhoz, hogy egy vírusfertőzés valami nem gyógyul meg magától, rák alakuljon ki. Tehát, hogyha valaki látja, hogy ezt a mozaik-szerű elváltozást, itt még nagyon nagy században semmi ráktól egyáltalán nem kell félni. Amikor ezek a mozaikok összeépülnek, és egy egységes fehér hártya alakul ki a műszájon, ezt már leukoplákiának hívják, már ez alatt már 5%-ban ott van a rák. Csak ez kell ez az 5 év. Tehát, hogyha valaki rendszeresen a nőgyászhoz, és nem csak a citológiai eredmény negatív, hanem a korpuszkópos eredmény is negatív, az azt jelenti, hogy az illető orvosnak van videókorpuszkópja, akkor önök a mészáját ilyen szép barna, egységes barna színbe fogják látni. Aki nem tudja, hogy hogy néz ki egy mészáj, annak is elmondom, mert nem mindenki néz bele a hüvelybe. Ez egy kivételes privilégium, amivel ez rendelkezett. A mészáj pont úgy néz ki, mint egy hímvessző, mint a mak. Csak el van dugva 10 cm mélységben. És az is a különbség, hogy ott kétfajta hámot lehet látni. Van a lapham, az képes befestődni barnára. És a mészáj nyílásában ott vannak a hengerhám sejtek, azok termelik azt a nyákot, ami képződik a nyakcsatornába, és ez a nyák, ez védi a fölfelé menő fertőzés itt a méhüreg felé. Tehát kétfajta sejtet lehet látni. Abból a lapham megfestődik barnára, ha egészséges, a közvetlenül a méhszáj körül az nem festődik meg, mert ott a hengerhám sejtek vannak, de amennyiben ezt a mozaik-szerű elváltozásokat, most már elment a kép, nem tudom, amikor a következő képbe jönne, menjünk tovább, amennyiben ezek a mozaikokat nem látjuk, akkor ott nincs vírusfertőzés. Úgyhogy ennyit akartam önöknek mondani a HPV vírussal kapcsolatban. Remélem nem léptem túl az időmet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, hogy megtaláltak a nagyon érdekes tanulmányt, hiszen azért még másfajta orvos szakma sem gyakran szembesül ezekkel a
tényezőkkel. A Katar tanulmány jut eszembe egyébként a Covid kapcsán, ami ugye azt mondja ki, hogy ha valaki nem kap oltást, a Covid-ról van szó, nem kap oltást, hanem simán csak megfertőződik ez a koronavírussal, ami egyébként teljesen ártalmatlan, mert 1% 0,1% alatti halálozással jár. Tehát ha simán csak megfertőződik általa, akkor 97,3%-ban örök életre védetté válik. Na, szóval nem pont ugyanaz a hasonlat, de az, amit elmondott Horkó és doktor, hogy ez egyáltalán nem az ellenség, hanem oda kell figyelni, gyógyítani kell időben, és nem védőoltásokat szukkáltatni magunkba és gyerekünkbe. Tehát ez ugye ugyanaz a félelemkeltés, amit láthattunk az elmúlt 3,5 évben. Szóval akkor egy pár percet esetleg szánnánk még kérdésre, hogyha volna kérdés. Haladjunk visszafelé, Horkovics doktorhoz van-e esetleg egy kérdés? Ott van egy kérdés, igen. Hiszem a mikrofont. Egy. Köszönöm. A kérdésem a következő lenne. Átjövő oltás fiúknak miért találták ki? Ez egy jó kérdés. Én már úgy is töltem, hogy a lányoknak miért találták ki az oltást, mert azoknak sincs rá szükségük. A fiúknak abban a meggondolásból adják, hogy ne adja át az egyik nőből a másikba. Most ugye 12 éves korban kapják, 15 éves korban elmúlik a gyógyszer a hatása a oltásnak, tehát adtunk egy nagy pofont a semminek. Szívesen. Csak egy mondat kiegészítés. Nem 20-42 fajtája is van a vírusnak, és abból 1-2, maximum 3-at adnak be egy oltásba, tehát többivel nem foglalkozunk. A HPV vírusról azt is tudjuk, hogy a négy nyálkaszája regenerációjához szükséges a vírus. Tehát anélkül nincs tökéletes regeneráció, ez egy abszolút kitalált dolog, tehát mindenbe sérti. És le van írva, ha megnézed a pontosan a használat utasításba, hogy minden évben kötelező rákszülésnek menni. Akkor minek legyen? Hogyha minden évben kötelező, minek veszük föl? Szóval nagyon-nagyon vigyázni kell vele, és gén manipulált oltás. Ez génmanipuláció. Bármikor vissza lehet mondani, Magyarországon a törvény tiltja a génmanipulációt. Növényeknél is, gyógyszereknél is meg lehet támadni. Köszönöm. Egész rövid kiegészítés. Nőgyógyász barátom eddig több mint 30 betegnél oltás után méhnyakrákat diagnosztizált. Dániában van egy ilyen tanulmány, ugyanez. Jó, nagyon köszönjük. Kuzeo doktorhoz kinek van kérdés? Hangyadjon. Vagy nem érsz? Csak annyi, hogy János biztos ismeri magam is doktor ezt a tanulmányt, hogy én lefordítottam tanulmányt, átnéztek valami 13 országból a Gabesil oltóanyagokat, fönn van egyébként a Substack-emen, és alumínium agyúvással van összekonjugálva konkrétan, mert nem van a HPV-18 vírus az oltásban, és alumíniummal van összekonjugálva, ami azt jelenti, hogy nincs is esélye az immunrendszernek ellene, mert nem önmagában van benne a HPV-18 vírus, és ezért van az, hogy konkrétan a méhnyakrák megjelenik egy csomó beoltottnak. Nyilván nem minden kiolában van ugyanaz, de hogy maga benne van a kórokozó, és se legyengítve semmi, tehát hogy úgy tisztán szépen benne van. Hatalmas. Kuzeo doktorhoz van egy kérdés? Csak még egy gondolat. Csak még egy gondolat. Németországban állatorvosok már vannak, akik 5 éve nem oltanak, mert az állatoltásoknak a 99,5%-a génmanipulált oltás. És ők írják, nem tudom, ezt mindenkinek mondom én, hogy valószínűleg az alumíniumot, mint adalékanyagot azért teszik hozzá, tehát azért teszik hozzá, hogy antitest emelkedést okoz. Egyébként, ha nem lenne ez, végeztek olyan kísérletet állatoknál, nem tudom, hogy embernél ez érvényese. Hiába van előtt vírus, hiába van akármi, nem okoz olyan mennyiségű antitest emelkedést, és ugye amit ti méritek, hogy 6-szoros, 10-szeres, az alumíniumnak köszönhető. Nagyon, meg a higanynak természetesen. Nagyon specifikus akkor az oltáshatás, ugye?
biztosan véd is, mert védőoltásnak nevezik Magyarország. Ott van kérdés, parancsolj. Jó estét, köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogyha a saját gyerekének melyik lenne az az oltás, amit adatnak? Egyik sem. De láthattuk Ormai doktornak az előadásában, hogy mindeniket emelenes alapúra akarják, vagy már tették. Az én meggyőződésem, hogy már a többség az az, és ezeknek megvan a maguk ára már magában. Igen? Egy kérdésem lenne. Bocsánat, itt van még egy kérdezve, hogy én szeretném kérdezni, és utána játszom a mikrofon, mert megkiabálásom, csak úgy kell korlom. Igen, igen. Azt szeretném kérdezni, hogy hordozó adatként nem lehetett ezüstkorlóidot, aranykorlóidot, amikor a tanulmányát használja, ami itt van egy bőleg, hát egyébként azért nem használják, mert ezeknek nincs olyan erős immunstimuláló hatása, mint az alumíniumnak és a higanynak. Ezt csak azért használják, hogy az a kevés antigén, ami a vírusból származik és bekerül az oltással a szervezetbe, az jóformán alig mozdítja meg az immunrendszert, különösen egy hónapos korban, amikor az immunrendszer még fejletlen, és a gyerek az anyjától, az anyatején keresztül kapja meg az immunvédelmet. Nem kell neki nyomni állandóan, és ezért, hogy ezt felerősítsék többszörösére, adják ezeket az úgynevezett adjuvánsokat. És hát, köszönöm, nem kérek rá bőle. Hát tulajdonképpen még az alumínium meg a higany mellé tesznek egy kis vírus származékot is, hogy lehessen engedélyeztetni, de egyébként az alumínium elég lenne ahhoz, hogy a hatást kiváltsák, a mellékhatásokról még nem beszélnek. Igen? Elég sok előadást hallgatok a témával kapcsolatban is, és találkoztam az alma jótékony hatásával. Nagyon sokat hallgatok most ilyeneket, és mindenhol azt hallom vissza, hogy kivezeti a nehéz filmeket, nem is táplálék kielégészítő, hanem konkrétan maga a tápanyag, iszonyatosan jó anyagok vannak benne, rengeteg mindenre használ. De amit nagyon szeretnék megkérdezni, hogy hallottak, elsősorban a neurológus doktor úrtól, a többiektől is kérdezem, hogy hallottak-e a C-peptidről. Mert nagyon jó, most fejlődik egy csoport, egy Varga nevezetű doktor talált, aki a fiának akar segíteni, mindenhol támadják őt is, ne tiltják, ha ezt a szót kimondod. És viszont a hozzászólók, akik visszajeleznek, tehát kómából felépült gyerek, autista, és nem sorolom, iszonyatosan gyorsan fejlődnek, és látható módon. És hogy igaz előtt hallottam, akkor ennyit szerettem, hogy csak jelezni. Igen, az oltók nagyon jók abban, hogy meg tudják kötni a mérgeket. És ezért, hogyha én szájon keresztül viszem be, és szájon keresztül viszem az alga kapszulákat, akkor azok meg tudják kötni az aktuálisan bevitt mérget, és távozik. És ezért, hogyha méreg, illetve fém kivezetést csinálok, tehát olyan anyagot adok, ami kiválasztja az epén keresztül, és a hasnálmirigyen keresztül kiválaszt fémeket, azok bekerülnek a vérrendszerbe, onnan újból felszívódnak, és megint bemennek a májba. De ha ilyen pedig alvát adok, vagy még jobb a faszén, egy tiszta faszén, legalább ilyen adszorbeáló képességgel rendelkezik, magához vonza ezeket a fémeket, és ettől kezdve ezek ürülnek, és megszabadulok tőlük. A C-peptid nagyon jó az eurétus. A C-peptid meg egy fantasztikus dolog, de ugyanaz a sorsa, mint az összes többi újonnan talált dolognak, ami csökkenti az éhséget, azt eltüntetik a föld színéről. Tehát... Egyelőre még lehet kapni egy-két boltba, meg lehet venni, és ilyen pumpás többféle... Oké, el fog terjedni majd idővel, hogyha elég erősek és kitartóak a gyártói. Köszönjük. Akkor az a kérésem, hogy a Ormai doktorhoz, hogyha van erre, van kérdés, akkor... Hát a
az a lényege, hogy a oltással bekerül az artériás vénás rendszerbe, megkerülje a vérrendszer, utána bemegy az agyba, és onnan már nem tudom kihozni. Tehát ez a borzasztó. Amerikában volt egy olyan szerzőtől egy cikk, aki egyetemi klinikán boncolt véletlenül gyerekeket, és akik meghaltak, nézte, hogy oltottak voltak, nem oltottak voltak, alzheimereseket, demenseket. És a sejtekhez, a tömeghez képest több alumínium volt egy oltott gyerekeknek az agyába, mint a demenseknek, az alzheimereseknek. És utána ezt teljesen eltávolították, kirakták, stb. Tehát ez így működik mindenhol. Igen, hát ugye, hogyha szájon keresztül veszünk a valami vérzőjelenekot, akkor egy csomó szűrő van, mire az agyig eljut. Az oltás azért aljasság mellett. Hát rögtön a vérrel eljut a legelső panélim, amivel átjárat fog, hogy kész. Igen, tehát Ormai doktorhoz. Egyet. Szép délután kívánok mindenkinek, én minden doktortól szeretnék kérdezni. Az első kérdésem az lenne, hogy a gyártóktól mennyire tudatos ez a döntés, hogy ők direkt mérgekkel gyártanak és oltanak a gyerekeket. És a második kérdésem az lenne, hogy a CBD olaj használata, ami minimális THC-vel van begyítve, mennyire hatásos ezekkel? Köszönöm szépen. Hát az a véleményem, itt a többi doktornak is, hogy minden doktornak tette fel a kérdést, hogy a gyártóknak valószínűleg tudni kell erről. Tehát azért ők fejleszték, ők gyártják, ők csinálják, tehát azért van egy olyan minőség ellenőrzési rendszerük, amiben, hogyha nem tudnának erről és nem lenne tudatos, akkor ez valahol nagyon-nagyon furcsa lenne a számomra. Nem tudom. Én azt mondom erre, tehát mi mindenre, mint CV vagy bármi bejön, Jézus Krisztus Bibliából bármikor meggyógyított vénát, vakot, bárkit, a hitet meggyógyított. Az másik nagyon fontos, hogy higgyünk abba, amit szedünk, jó? Tehát erre mindig koncentráljuk. Anélkül ne vegyünk el, ne fogadjunk el semmit. Először tudatosan a józan parasztész, kiválasztom, és utána pedig hiszek a gyógyításra, mert anélkül nem gyógyít. Pulcs doktorhoz van egy kérdés? Igen? Kérem, hogy haladjunk, mert már nagyon kicsi idő van. Pulcs doktorhoz? A gyermekoltásokban körülbelül hányszorosa az alumínium hidroxid értéke a COVID-oltásokhoz képest? Van erre egy felmérés vagy kutatás? Hát én annyit néztem, tehát így nem hasonlítottam össze, viszont a gyermekoltásokban körülbelül 10-szer annyi alumíniumot kapnak a gyerekek, mint hogyha nem lennének oltva. Tehát az, amit mutattam kinagyítva a kék és a piros ábra ott az indulónál, a kéknek a nagyon alacsony volta és a pirosnak a magas volta körülbelül ilyen 10-szeres eltérést okoz. Tehát ez a 10-szeres eltérés pontosan abban az időszakban éli a gyerekeket, amikor az agy a legnagyobb fejlődési szakaszában van. Egyszerűen az új sejtekkel pótolja. Mindenkinek
embernek a szervezetében vannak őssejtek, csak azok az idő halasztával már, ahogy idősödnek az emberek, egyre jobban, egyre inkább csökken a mennyiségük, és de maradnak még a szervezetben, és föltaláltak egy olyan összetevőt, ami ezeket léleszti. Jó. Jó, én csak a kérdést. Azt hiszem, ha egyre gondolunk, ami 1 millió forintot, vagy még annál is többet kell fizetni, ilyen gyógyszer nincs. Ezt ne higgyék el. 1 millió forintot kérni gyógyszerre nincs az őssejteknek hatása. Például a terhes anyáknak adott, állapotos anyáknak, terhesszük, ne használjuk, bocsánatot kérek. Állapotos anyáknak adott oltás idején most például a Covid oltást kapták. 30-40 vagy nem is tudom, hogy 300%-kal csökkentek az őssejteknek a száma a gyerekekben. Persze, hogy van, őssejtek vannak. Minden működik nekünk, tehát ilyen pénzeket kérni valamit, hogy őssejten, ez engem fölháborított. Tehát 1 millió forintért gyógyítani nem lehet, az nem ér semmit. A természetesen jó itt van. Látom itt, aki növényekkel, gyógynövényekkel, ezekbe kell gondolkoznunk. Úgy kell fölépíteni, hogy magunk termeljük meg a növényeket. Régen volt az a kísérlet, elmondtam, de mindig is így volt a háztartásban, valaki kivette a saját székletével, vizeletével, ment a növényeket, ápolta, megfigyelték, hogy olyan anyagok jelennek meg a növényekbe, amik gyógyítják az ő betegségét. Tehát ez így függ össze, nem külső valamitól, meg csodaszerektől kell válni, hanem nekünk kell úgy alakítani az életünket, hogy úgy legyen, de átadunk. Köszönöm, hogy ezt hozzászólni. Tehát egyrészt az, hogy a gyógyításnak különböző fázisai vannak, és ugye az úgynevezett kémiai medicina korát éltük, ami úgy tűnik, hogy lecsengőben van. Tudomásul kell vennünk, hogy a kémiai medicinák tulajdonképpen nem azt szolgálják, ami lenne. Tehát nem gyógyítás van. Van az elektromedicina, amelyről sokan tudnak szintén, csak olyan elektromágneses hullámokat, tehát újra programozott szervezetet. És van a harmadik fázisa, ami az őssejtterápia kategóriába is tartozhat. Én ezt foglalkoztam egy kicsit ezzel a témával, Sefer doktor, nem tudom ki ismeri, vagy aki ismeri, akkor tegyék a kezüket. Sefer doktor a napi kapcsolatban vagyok, és az ő munkásságát nagyon jól ismerem. Hozzá kell tennem, hogy őt is megkurcolták itt Magyarországon, és teljesen tulajdonképpen az egész lomboldját beborították, mindenféle rágán, vadjárat, stb. Nem ragozom. A lényeg az, hogy az őssejtek vannak a szervezetünkben, ahogy a Borz doktor is mondta, ezek az őssejteknek az aktiválása az egy nagyon jó járható út, és ennek az aktiválásához különböző módszerek vannak, ami természetes anyagok is vannak, például ilyen a ficocianin, csak mondok egy ilyet, a blue. Ha esetleg így hallottak olyan, ez a képalgában lévő anyag, de ezen kívül még mások is. Gyakorlatilag az őssejt aktiválás bizonyos koroknál elképzelhetően elindítja a rejuvenációt, tehát a megfiatalítást, bizonyos sejteknek a cseréjét, illetve az apoptózist, a betegsejteknek az elhalását. Tehát ezt azért nem szabad magát a technológiát és ezt a magát, ezt a gyógyítós eljárást leírni, de hozzá kell tennem, hogy még nagyon sok kutatásra lenne szükség, és ezek, akik a szingapúriaként, őróla is azt tudom, ezt a Sefer doktorat hozottátok meg, ezek koklerek. Ezek valószínűleg szélhámosok. Köszönöm. Köszönjük. Akkor még egy utolsó kérdés valakinek. Jó estét kívánok! Én az oltással párhuzamos dologval kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ja, akik kiderült covidosok, elküldték egy vizsgálatra, ahol az orrukba brutális módon fölnyúltak és úgy vettek vizsgálati anyagot. Ezt az én fiatal lányomnál, tehát fiatal felnőtt lányomnál megtagadtuk, illetve én is a közvetőorvosnál, de egyszer volt benne részem. És azt mondták, hogy covidos voltam, és észrevettem, hogy valami demenciára utaló jelek időnként nem jutnak eszembe szavak. Szeretnék megtudni ezeket a vizsgáló pálcákat, vajon mivel kezelhették, vagy a feltételezésünk, hogy valakiben át voltak itat, hogy ha esetleg nem lettünk volna betegek legyünk, hogy ez az elképzelésünk, ez valóság. Köszönöm szépen. Én csak azt tudom mondani, hogy nekem több olyan betegem van, aki nem volt oltva, de tesztelve volt, vagy többször, vagy nagyon sokszor volt tesztelve, és úgy lett beteg. Láthattuk az elején ezeket a
szlovák kutatók által készített felvételeket, amikor az látszott, hogy a vatta szál az nem vatta, hanem valamiféle kis mikroszkópikus üvegcső, ami meg van valamivel töltve, és a súrolástól, oda érintik a nyálkahártyához, akkor az eltörik és kifolyik belőle az, ami benne van. De van olyan betegem, aki úgy lett daganatos, hogy egyszer jön ezzel az irritációval, tehát hogy úgy megsértették a felületet, hogy hozott elfajult daganatossá vált. Tehát nyilvánvaló, hogy ez is része volt. Mivel kamula teszt, ezért nyilvánvaló, hogy az, hogy kényszerítették a tesztelést, például ugye a Sotin Budapesten, Merkeli professzor mindenkivel két naponta csináltatott tesztet, az biztos, hogy nem véletlen volt. Tehát valamit tudott, amit el akartak érni, amiért csinálták, mert egyébként haszna sem volt. Amikor ez a Covid őrület elindult, akkor én láttam egy olyan felvételt ezekről a bálcikákról, ahol nem vattával voltak ezekben tekerve, hanem ilyen kis horgos alakú műanyag szálakkal, és ha megtekerték az orba, akkor ezek a horgok bele szúródtak az ott levő nyálkahártyába, és állítólag a horgokban etilénoxid volt, ami egy rákkeltő anyag. Tehát aki ennél be volt piszkálva, akkor elképzelhető, hogy pár éven belül ott egy daganat alakul ki. Különben fölhívom a figyelmüket, amikor Szlovákiában csináltak egy egész országos tesztelést, akkor a tesztelés követően jelent meg nagyszámban a Covid-fertőzés. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom azt is, hogy ezekkel a pálcákkal vitték be az esetleges vírust az ember szervezetébe. Én is csak elszólni, Kanadában 1,5 millió pálcát vontak vissza, gyerekeknek készült, és grafénoxid volt rajta. Ez hivatalos cikk, tehát eleve így csinálták. Kínában vírusszerű lények voltak benne, tehát úgy gyártottak a pálcákat. Most csak arra hívunk fel a figyelmet, hogy senki se fogadja el. Nyálból adok vizeletet, székletet, tessék abból nézni, nyálból, de az orromban ne ügyünk föl semmit se a dolgokban. Nyugodtan kérjék, mert mindig a vírus, mindig a nyálból mutatták ki. Álljunk érte, ne hagyjuk magunknak. Ha azt mondják, hogy nem ültek meg, ha nem engedem a tesztet, akkor nem engedem a tesztet, akkor följelentem. Mondja meg a kórházigazgató, hogy mi alapján rendeltem, hol van ez elrendelve, nincsenek elrendelve ilyen kormányrendeletek, amiket ez kötelezné a használatot. Egyébként is a PCR tesztet 2 éve kivonták Amerikából, más teszt van, másként használják. Köszönjük. Először egyébként én is egy mondatot azt emberek hozzá, hogy amikor volt ez a bizonyos PCR tesztes problematik, akkor mi az én egyik kutatóbarátommal elmentünk a Műszaki Egyetemre, és ott pedig bevizsgáltattuk ezeket a pálcákat, ugyanazokat találjuk, amiket ti mondtatok, sőt olyan nehéz fémek, egy DARPA hidrogén van ezekben benne, amelyik egy abszolút így van, tehát azt mondom, hogy abszolút tiltott és szigorúan tilos, ne vegyétek, ne vagyok. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy a Szegedi Egyetem kutatói 2008-ban, 2009-ben és 2013-ban megjelentettek olyan orvosi cikkeket, hogy hogyan lehet a véralgátat megkerülve a szagróhámon keresztül bejuttatni szirotróp anyagokat az agyba. Úgyhogy érdekes módon ez is Szeged. Nem is tudom, hogy kinek a kollégái. Oké, köszönjük. Most le kell zárjuk ezt a kérdezés részt. István, kérlek, hogy mondd el az információkat, amit a szünet előtt még tudjuk kell. És akkor csinálunk egy rövid szünetet. Az a kérdésem, hogy tényleg rövidre fogjuk, jó? Igen. Annyi a kérdésünk, illetve még nem fejeztük be majd a kérdéseket, mert amikor majd meg lesz a második körnek a vége, utána is lehet kérdéseket feltenni. Tehát aki most nem tudod kérdezni, ne aggódjon, mert még lesz már lehetőség. Most ugye fél órára hirdettük a szünetet, de még az a kérdésem, hogy mindenki maradjon a helyén, mert ugyanis a fő sorsolással kapcsolatban ezt most végig szeretném vinni, ugyanis a múltkor is a fele ember ugye nyilván elment vécére, és hiába sorsoltuk, mert itt alatt a könyv. És amit szeretnék elmondani, hogy ez az 5 könyv, amit ott a bejáratnál meg lehet vásárolni, ajánlom figyelmükbe különösen ezt a kalendi tervet,
ami arról szól, hogy hogyan kell Európát elárasztani fekete afrikai és muzulmán bevándorlókkal, és szétverni az európai fehér emberek kultúráját. Ezt a könyvet ugye 1925-ben adták ki. Tehát ez akkor fogadták el ugye ezt a tervet, tehát ez nem egy mai dolog. És van két könyvünk, a Tömegek élettalan és a Totalitarizmus pszichológiája, amit szintén figyelmükbe ajánlok, mert ez a könyv például a Tömegek élettalan, ez arról szól, hogy hogyan kell a diktatúrákat, tehát akár a nácizmusról, akár a kommunizmusról beszélünk, hogyan kell olyan lelki nyomást tenni az emberiségre, hogy bármit végrehajtsanak, amit ők parancsolnak nekik, és ez 1913-ban jelent meg Magyarországon. Úgyhogy egyébként a Klaus Schwabnak a Great Reset könyve is erre épül, erre a könyve. Aztán ugye a korrupció kezdése még mindig itt van, ami a kötelező deportálásokról szól, és a Covid roulette, ami szintén egy fontos mű, hogy ugye hogyan vitték át tulajdonképpen a médián keresztül azoknak a ezeknek a végrehajtását. És akkor rákezdünk a könyv sorsolásra. 5 darab könyvet fogunk sorsolni, és akinek kihúzom a nevét, ezek közül a könyvek közül 2 darabot, ott elől a lányoknál átvehet. És az első szerencsés nyertesünk Kővári Klára. Arra kérdem, hogy aki a nevét hallja, az jelentkezzen, vagy álljon fel, vagy integesse, hogy lássam, hogy hol van, mert egyelőre nem látom Klárát sehol. Klára nincs. Életes. A második szerencsés nyertesünk. Pósné Zita. Ott van. Na, kedves Zita, akkor legyen szíves oda előre várni, és akkor ebből az 5 könyvből 2-t kiválasztani. A harmadik nyertesünk. Csősz Ágnes. Ágnes, gratulálok a nyereményéhez, és most előre meg akar hölgyetni. Negyedik. Fekete Zentai Éva. Fekete Zentai Éva. Ott van ő. Gratulálunk, Éva. Utolsó nyertes. Lévai Andrea. Gratulálunk. Jó, és Kővári Ritáért félretesszük majd a következő szünet utáni részt vele tudjuk kezdeni. És annyit szeretnék mondani, hogy aki esetleg vásárolni szeretné ezekből a könyvekből, illetve hátul a könyvárusításnál 30%-os karácsonyi árengedménnyel lehet vásárolni a könyvekből, úgyhogy aki szeretne olvasni az ünnepek alatt, ajánlom figyelmükre. Köszönöm, és akkor 15 perc szünetet tudunk tartani. Tehát ez azt jelenti, hogy 18 óra 5 perckor fogunk kezdeni. Thank you.
Gyermekkoromból, az érvény 12 éves és a 16-os gyermekkoromát előtt a kutatásból azonnal felvonult, betegesített, felvonult rászörítésre előtt kapcsolódották be, mert nem akartak a társadalmat, és azért is felvonult irányítottak a látogatókod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 ók
Thank you.
Köszönöm.